Szép jó napot kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, jegyzőasszonyt, alpolgármesterasszonyt, a rendőrkapitányság részéről megjelent vendégeinket, és természetesen a lakosság köréből megjelenteket, és az egyszer megjelent bölcsöde intézményvezetőnket. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 8 fővel jelen van, tehát határozatképes, és a testületülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolom elfogadni dr. Gyöngy Mónikát és Bognár Lászlót, aki ezzel egyetért, kérem, jelezze. Köszönöm szépen. Az írásban kiküldött meghívó nagyon-nagyon sok napirendet tartalmaz, és nem szeretném addig felolvasni, amíg tennék hozzá egy-két módosító javaslatot, és hogyha a képviselőtestület azzal egyetért, akkor a módosított napirendi pontokat olvasnám fel, mert közel 20 napirend van. Annyi változtatást javasolnék, hogy a 12. pontként jelölt napirendet azt zárt ülésen tárgyaljuk majd a testületi ülés végén. Ehelyett szeretném, hogyha egy pályázatról szavaznánk, amit amikor oda jutunk, részletesen ismertetni fogok, tehát ehelyett jönne egy pályázatról való döntés. A 13-tól 16. napirendi pont, ezek ilyen támogatási kérelmek. Itt egy korábbi testületi döntés alapján nem tárgyalnánk külön-külön, hanem tájékoztatnám itt a lakosságot az előző ezzel kapcsolatos képviselőtestületi döntésről. És a utolsó előtti 17. napirendi pontot, ami a helyiségbérleti díjak felülvizsgálata lenne, azt javasolom elnapolni, mert elég sok rétű, és talán nem volt kellő idő arra, hogy alaposan előkészítsük ezt, ez egy nagy terjedelmű anyag, és ezt majd a következő testületülésen tárgyalnánk. Tehát ez lenne az én módosító javaslatom, és akkor megkérdezem a képviselőtársaimat, hogy a napirendhez kapcsolódóan van-e még valakinek javaslata? Tegnap a vezető óvónő itt volt, és kérvényezett pénzügyi hozzájárulást a óvoda nevelők továbbképzésére. Ezt pénzügyi bizottságin tárgyaltuk. Ez most nincs itt a vezető óvónő, ezt szeretném, hogyha hozzávennénk esetlegesen. Jó. Köszönöm szépen. Akkor ezt is felvesszük. További napirendi javaslat nincs. Egy dr. Gyöngy Mónika. Én csak annyit szeretnék, hogy itt az egyes támogatás iránti kérelmek helyett, akkor itt a pályázati kiírásnak esetleg a feltételeit szeretnék. Természetesen. Úgy gondoltam én is, hogy elmondjuk, hogy akkor innentől kezdve ez hogy fog működni. Jó, akkor most felolvasom az így módosított napirendet, amit ma fogunk tárgyalni. Tehát az első napirendi pont, beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2015. évben végzett munkájáról. Második napirend a 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása. Harmadik napirendi pont az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása. Negyedik napirendi pont Játéksziget bölcsöde nyári nyitvatartásának szabályozása. Ötödik pont, a Kartal Nagyközségi Sportegyesület közhasznú szervezettel kötendő bérleti szerződés megtárgyalása. Hatodik pont, az önkormányzat tulajdonát képező Szirom utcában lévő lakásra benyújtott bérleti kérelmek megtárgyalása. Hetedik pont, dr. Gál József Miklós fogorvos kérelme a fogorvosi rendelő felújítására. Nyolcadik napirendi pont, a Dentogál Kft. Magárendelésre vonatkozó kérelme.
9. pont, a Lehel utca hiányzó 130 méteres szakaszának a megépítésének a megtárgyalása. 10. pont, Sőregi Anett, Kartal, Arany János utca 11 szám alatti lakos út és járdaépítés iránti kérelme. 11. pont, Zámbó Anita, Kartal, Baross utca 87 szám alatti lakos, közterület tartós használata iránti kérelmének a megtárgyalása. 12. pont, a pályázatról való döntés, amit részletesen majd ott fogok elmondani. Akkor, ahogy említettem, a 13., 14., 15., 16. anyagi támogatás iránti kérelmekről fogok adni egy tájékoztatást, illetve dr. Gyöngy Mónika fog ebben segíteni, hogy hogy fog ez innentől kezdve történni. És akkor felvesszük következő napi rendi pontnak a Urbán Attila képviselőtársam által javasolt óvoda kérelmének a megtárgyalását, és természetesen a szokásos rend szerint utolsó napi rendként tájékoztatást adok a két ülés között történt fontosabb intézkedésekről. Aki a most ismertetett napirendi javaslatot elfogadja, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselőtestület a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta. Akkor kezdjük az első napirendi ponttal. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2015. évben végzett munkájáról. Hadd mutassam be, és köszönöm tisztelettel és szeretettel a rendőrkapitányság részéről megjelent Farkas Imre ezredes urat és Nagy Gábor urat, az aszódi rendőrös parancsnokát. Most a rendőrkapitány úr más elfoglaltság miatt nem tudott eljönni, de ők mindenben tudnak tájékoztatást adni. A képviselőtársaim megkapták ugye a rendőrkapitányság beszámolóját, úgyhogy én ezt nem nagyon akarom felolvasni, mert tulajdonképpen minden településre vonatkozik. Amit én úgy csak nagyon röviden, hogy összességében, ha nézzük, ugye az kedvező, hogy csökkent 2015-ben a kapitányság területén a bűncselekmények száma, viszont szomorú vagyok, hogy Kartalon növekedett a közterületen elkövetett bűncselekmények száma és a lopások száma. Úgyhogy én ennyit mondanék el, és akkor megkérném, hogy szóban, amiről még szeretnék tájékoztatni a képviselőtársaimat, illetve a lakosságot, azt legyenek szívesek elmondani. Köszönöm szépen, polgársasszony. Tisztelt polgársasszony, tisztelt képviselőtestület, Tábornok úr jelenleg egy másik településen tart beszámolót, előtte a Pest megyei főkapitányságon volt egy rendkívüli értekezleten, azért nem tudott most eljönni. Teljes sokkörrel tudom a kapitányság vezetőt képviselni, és a kapitányság beszámolójáról adatokat és a kérdésekre választ adni, amire esetleg nem tudunk itt válaszolni, azt írásban vagy szóban következő testületülésen szívesen megtesszük. Polgársasszony már említette, nem csak Gödöl kapitányság, Pest megye, de az egész országosan is csökkentek a bűncselekmények számai az elmúlt évben. Ennek sok összetevője van, elemzik, értékelik kollégáink. Valóban Gödöllői kapitányság területén három település az, ahol emelkedés tapasztalható túl a Vácegres és közben a helyi település Kartal vonatkozásában. Itt azért el kell mondanom annyit talán előzetesen, hogy mi a lakosság és a települések bűncselekmények terheltségét, vagy bűncselekmény terheltségét ezerfőre levegített bűncselekmény számadatokkal szoktuk igazából kézzelfoghatóvá tenni. Pest megye területén 216 bűncselekmény jut 10.000 lakos, amit látták, Gödöllői viszonylatában ez egy 155, tehát 1000 főre vetítve 15,5-16 bűncselekmény jut 1000 lakosra. A településen így ezzel az emelkedett száma is 10 alatt van, tehát az átlagos terheltségét a Pest megyén, mégis a kapitányság belül sem éri el. A sajnálatos, hogy persze, hogy a korábbi békés talán teljesen kis nyugodt településből egy átlag felé közelítő bűncselekményadatokkal rendelkező település lett. Azért nem kell megijedni szerencsére, a bűncselekmény számai
ugye itt 14-15-tel növekedtek, ez részben a mi munkánk miatt következett be. A vagyonelleni bűncselekmények emelkedtek ugye 10-ről 15-re, mint láthatták. Ez az emelkedés gyakorlatilag annak köszönhető, hogy a településen társhatóságokkal, különböző szolgáltatókkal közös akciókat végeztünk illegális gázlopás, áramlopás tekintetében, ami óvatatlan, hogy generál bűncselekményeket. Ettől függetlenül növekedtek, mert két vagyonelleni bűncselekmény, ha ezt leveszik, akkor is növekedés tapasztalható településen. Ami a bűncselekmény számokat növeli, ugye ez az egyéb bűncselekmény kategóriában nincs úgy részletezve. Az ami a következetben, hogy mint önök is tudják, sajnálatosan több halálos baleset történt a településen az elmúlt években, mind az önkormányzat, mint a testület és a hivatalnak a közbenjárásával, szakhatósággal egyeztetve azért picit javítottak a közlekedés feltételei, mind a világításban, mind az útszakaszon. De mi úgy gondoltuk tavaly, hogy egy sokkal fokozottabb közlekedés biztonsági megelőzési akciósorot kell tartanunk. Többet kell annak érdekében itt lennünk, hogy ne forduljanak elő ilyen súlyos balesetek. Ebből kifolyólag 14 bűncselekményi ittas járművezetővel kellett intézkedni. Tehát ebből a bűncselekményi növekedésből 14 az ittas vezetők miatt következett be, ami sajnálatos, hogy egyszerűen felül még vannak olyan ittas vezetők a településen, akik nem érték el a bűncselekmény határt, hanem úgynevezett közigazgatási határ értéken belül fújtak szondát. Ők egy azonnalos helyszíni pénzbírsággal vették tudomásul ezt az elkövetést, de 14 bűncselekmény, ami korábban nem volt a településen, ebből generálódott. Ami sajnálatos, hogy már ebben az évben 7 ittas személyek kellett intézkednünk, ami bűncselekmény kategóriát elérte. Tehát ez a szám úgy néz ki, hogy a bűncselekmény számokat nézzük, még növekedni is fog, mert gátot kell annak követnünk, és vissza kell szorítanunk a településen, nem mindig a település lakosai által, de a településen tettenért elkövetők viszonylatában az ittas vezetésnek a kiszűrését, megakadályozását és csökkentését. Szerencsére az elmúlt évben nem volt súlyos és halálos kimenetű közlekedés baleset egy alkalommal történt, de halálos bűncselekmény nem történt. Bízunk benne, hogy ez részben ennek a intézkedés adatnak is és követhető vagy betudható. Mindenesetre ezt mi fogjuk folytatni, ezt a ellenőrzést a nap minden, most minden nap megvan határozva az aszódi rendőrös kollégáinak, hogy itt legyenek jelen, és minden egyes gépjárművezető, akit megállítanak, szondáztassanak. Lehet, hogy emiatt megint nőni fognak a bűncselekmény számai, de ha emiatt nő a bűncselekmény száma, az azt hiszem a település biztonságát csak javítani és növelni fogja. Ettől függetlenül, tehát a vagyonelleni bűncselekmények növekedtek, kollégáim több ilyen közös akciót tartottak itt a pontos nevét nem tudom megmondani, a Dámoskert nevű részen, ahol több kapitányság törleti, több településnek a ideérkező bűnekövető előfordulhatnak. Ebben nagy segítséget jutott nekünk a helyi polgárőrség is, akik nem csak ilyen akcióban, de mikor a kollégáink a határa vezényelték le, a migrációs tevékenység miatt kellett leelmennünk, és elég nagy elvonó tényező volt a kapitányságunkon. Első között volt, akik jelentkeztek, és azt mondták, hogy ha máshol, más településen nem tudnak biztosítani polgárőrt, ők ott is segítik a rendőreink munkáját. Tehát mindenképpen köszönettel tartozunk a településnek azért, mert van polgárőrség, azért, mert támogatják a polgárőrséget, és a polgárőrségnek azért, mert minket támogat és minket segít a munkánkban. Tehát én ennyit szerettem volna így elsőlegesen szóban kiegészíteni, tehát nincs olyan nagy baj, nincs olyan nagy probléma, ami miatt most hatalmas intézkedéseket kellene tenni a vagyonelleni bűncselekmény visszaszorítás érdekében, de oda kell figyelnünk, mert nem szabad azt megengednünk, hogy ide térő, esetleg más megyékből, más településre ide térő bűnelkövetők megtalálják ezt a települést. Mikor itt megálltunk az épület előtt, egy idős bácsi jött hozzánk, és mondta, hogy ő hozzá az elmúlt évben két alkalommal bementek az udvarra, és őt is bosszantja kutyái vették észre. Tehát kapjuk mi a jelzéseket mind a polgárőrségtől, mind a település lakosságától is. Igyekszünk megfelelni annak, hogy ez ne növekedjen, és mindenféleképpen a jövő évben, ha a vagyonelleni bűncselekmények csökkennek, és a egyéb bűncselekmények növekednek, akkor ne ilyen beszámolók én esetleg majd itt megjelennünk. Köszönöm szépen. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e a kapitányság részéről jelenlévő közkérdésük. Bognár képviselő úr. Köszönöm, Katika. Nem annyira kérdés lenne, csak egy személyes tapasztalatomat szeretném megosztani az ezredes úrékkal, vagy egy kis dicséretet is mondjak.
Jó másfél hónapja még februárban történt, minden szerdán 11 órára kiszoktam menni az utolsó kartali buszmegállóba a feleségem elé, úgyhogy biciklivel megyek, és viszem az ő bicikliét is. És vártam a buszt, az volt felül jött a rendőrjárőr, lassítottak, rám reflektoroztak, visszatolattak, és határozottan, udvariasan megkérdezték, hogy mondja meg, hogy miért van nálam két kerékpár, és akkor pont jött be a busz, és mondtam, hogy hát a feleségemet szoktam várni, hogy ne kelljen gyalogolni haza, pont szállt le a buszról, úgyhogy így sikerült a esetleges előállítást megúszni. Viszont tény és igaz, mint állampolgár örömmel töltött el, hogy ilyen dolgokra is figyelnek, mert tényleg nem szokványos dolog, hogy valaki éjjel 11-kor két elég jó állapotban lévő kerékpárral flangáljon a falban. Köszönöm, csak ennyi lett volna. Hát ez egy dicséret a rendőrség részére. Köszönjük szépen. Vigyék el, hogy mikor a tábornok úr és meg a bűni vezetőnk is észrevették azt, hogy szépen emelkednek, vagy növekedtek a bűncselekmények számok. Mivel nem jelenző a kapitányságunkon ez, tehát elég hathatós intézkedéseket kértek az aszódi rendőrös munkatársaitól. Múlt héten kaptunk egy e-mailt, amiben egy idősebb úr azt írta, hogy köszönjük szépen, hogy éjjel 3 órakor felébresztették a rendőrök, mert szóltak neki, hogy a nagykapuját nyitva felejtette, és azon bárki bejöhet, és a nyári konyhába is le tudnak menni, és inkább ébredjen fel, és zárja be az ajtót, mint hogy reggel arra ébredjen, hogy esetleg már valamit elvittek. Tehát vannak ilyen visszajelzések, tehát a településtől mi azért, mert biztos, hogy itt is érzik azt, hogy vannak gondok, vannak betörések, vannak esetleg lopások, nem negatív kritikákat kapunk, hanem általában segítő és ösztönző megjegyzéseket, felvetéseket, tanácsokat, és ezt szívesen veszük akár közvetlen rendőrökön keresztül, akár a polgárőrségen keresztül is jut el hozzánk. További kérdés, képviselők, esetleg a lakosság részéről? Nincs. Csak azért, mert nagyon szorosan kapcsolódik ehhez a témához. Tegnap előtt kaptam a Budapesti Rendőrfőkapitányságtól egy pályázati felhívást. Feltettük Kartal honlapjára, tehát ott is bárki láthatja, de úgy gondoltam, itt Urbán Attila képviselőtársam is segített ezzel az ötlettel, hogy felolvasnám, mert így még több emberhez eljut. Tehát nekem címezték, és tájékoztatom, hogy Bucsek Gábor rendőrvezérőr, Nagy Budapest rendőrfőkapitánya pályázati felhívást tett közzé, mely szerint rendészeti képzést indít a fővárosban és az agglomerációban élő rendőri hivatás iránt érdeklődőknek. A pályázat benyújtásának határideje 2016. április 11. napja. A képzésre várjuk azon 18 és 55 év közötti magyar állampolgárok jelentkezését, akik a rendőri hivatással azonosulni tudnak, és tervezhető, kiszámítható életpályán, biztos megélhetést nyújtó munkahelyen képzelik el jövőjüket. A Budapesti Rendőrfőkapitányság a felvételt nyert pályázóknak a képzés idejére bruttó 129 000 forint munkavállalói bérezést, a modul elvégzését követően pedig a hivatásos jogviszony szerinti bérezést, valamint évi bruttó 200 000 forint kafetéria juttatást biztosít. És akkor kér engem, mint polgármester, hogy segítsek abba, hogy a lakosság minél szélesebb körben tudomást szerezzen a fenti lehetőségről. Csak azért gondoltam, hogy akkor ezt most itt elmondom, mert mivel ez is a rendőri pályával és hivatással kapcsolatos, és tényleg akit érdekel, a honlapon is megtalálható. Ez csak egy kiegészítő volt. Erősítsük a rendőrségi csapatot. Ha még egy pillanatra visszavehetem a szót, és megkaphatom. Nagyon örülök, mi is megkaptuk egész Pest megye valamennyi települése önkormányzat, megkapta Bucsek úrnak ezt a felhívását. Ők is létszám problémákkal és a Budapest megerősítésével foglalkoznak. Mi azért jobban örülünk annak, hogyha a helyi fiatalok, a helyben lakunk és a környéken lakók a helyi rendőrkapitányságon tanulnának, ott dolgoznának. Tehát mi nagyon szívesen látjuk Gödöllő kapitányságon is, vagy Pest megye más kapitányságán is, nem muszáj azért Budapestre elmenniük a fiataloknak, de természetesen mi is azt tapasztaljuk, hogy Budapest közelsége, a készenleti rendőrség, a VRFK elég nagy elvonó tényező, ami a fiatalok részéről is. Néha anyagilag, néha a időbeosztás miatt is vonzóbbnak tűnik, és vonzóbb is talán a KR és a Budapesti Rendőrfőkapitányságon dolgozni. De ebbe az évben is most 3-an jönnek hozzánk gyakorlatra, tehát 26 településünkből 3 fiatal választotta azt, hogy rendőrként Gödöllő kapitányság területén fog majd esetleg tanulni, dolgozni. Ezek a szám korábban ilyen 20
18-20-22 volt, most három fiatal gondolta. Elmúlt évben heten gondolták azt, hogy a rendőri pályát választják érettség után. Mi szeretnénk azért, hogy ez a környezet településeken cél vagy prioritás lenne esetleg, ezért mi szoktunk toborozni, szoktunk nyílt napokat tartani, iskolába is el szoktunk járni. Tehát mindenféle egyetértünk Bucsek úrral, hogy menjenek Budapestre, de hogyha valakinek olyan elképzelése van, az nyugodtan jöjjön az örökkapitányságra is dolgozni. Akkor ezzel kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, hogy önöknél is vannak ilyen képzések? Országos képzés van. Az országban több szakközépiskola van, ahol van. Az egyik az Adiligeti szakközépiskola. A Bucsek úrék most egy gyorsított, talán úgy olvastam, hogy rendészeti részképzés keretében több modulból állót fognak majd beindítani. Kicsit tanulunk, kicsit dolgozunk, kicsit tanulunk, kicsit dolgozunk, hamarabb tudunk rendőr lenni, hamarabb tudunk kint lenni az utcán. Ilyen képzés nálunk is van, de a klasszikus képzés az Pest megye Budapest környékén Adiligeten folyik, tehát egy képzési rendszerünk van igazából. Ez egy, amit most a budapesti rendőrfőkapitány úr szorgalmaz, ez egy olyan gyorsított képzés, ami Pest megyében 2 éve volt, a készrendőrségnél tavaly volt. 1 hónapot tanulnak, 5 hónapot kimennek, tehát egy picit a gyakorlatiasabb tanulmányok felé mozdítja el talán ez a képzési lehetőség, de ilyen van nálunk is, de mi nem akarjuk elvenni az ő toborzási lehetőségét. Jó, hát ugye ezt kaptam, ezt ismertettem, de szerintem jó, hogy felvetődött ez a téma, mert akkor akit érdekel a rendőri hivatás, akkor önöknél is érdeklődhet. Azt köszönjük, hogy ilyen kérdés, és ezt itt még külön elmondtuk, és ezt több emberhez el fog jutni a Régió Plusz TV által. Jó. Akkor további kérdés nem merült fel? Jó. Akkor én megköszönöm a rendőrkapitányság részéről jelenlévőknek a írásos és a szóbeli kiegészítést is, és megkérdezem a képviselő társaimat, illetve megkérem, hogy aki a beszámolót elfogadja, az kész felemeléssel jelezze. Köszönöm, és azt hiszem, hogy a képviselő társaim nevében is megköszönöm a munkájukat, és bízom abba, hogy továbbra is jó együttműködés lesz, és jövőre hát, ha nem emelkedik, hanem csökken. De lényeg az, hogy önök megteszik azt, amit meg tudnak tenni. Köszönöm szépen mindent az egész település nevében. Nagyon szépen köszönjük önnek is a képviselőtestületnek. Ha ráérnek, maradhatnak. Én köszönöm szépen, ma már nem az első beszámolókat prezentáltuk, és még van benti dolgunk, hogy mi köszönjük szépen, hogy elfogadták a beszámolónkat, további jó munkát kívánunk, és jó tanácskozást van. Köszönjük, viszontlátásra. Tehát akkor áttérünk a második napirendi pont tárgyalására, a 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása. A közbeszerzésekről szóló törvény előírja, hogy a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig minden önkormányzatnak el kell fogadni az idei közbeszerzési tervét. Én most nem akarom itt untatni a lakosságot, illetve a kedves nézőket. Itt olyan értékhatárok vannak, de azért röviden csak elmondom, hogy árubeszerzés esetében 50 millióig, építési beruházás esetén 100 millióig, szolgáltatási koncessziós esetén szintén 100 millióig, tehát ez az az értékhatár, ami felett már közbeszereztetni kell egy-egy ilyen árubeszerzést vagy építkezést. Na most annyi pénzünk nincs sajnos, hogy ezekbe beleessünk, hogy mondjuk 50 000 forint, vagy 50 millió forint felett árut vásárolnánk, viszont majd, amit a későbbiekben fogok ismertetni, hogy pályázni fogunk, az reméljük, hogy majd a 50 milliót meghaladja, akkor majd közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Ezért ugye, ahogy képviselőtársaim látták is az előterjesztésbe, a közbeszerzési tervünk tulajdonképpen konkrétumot annyira nem tud tartalmazni, építésre fogunk pályázni, és akkor építési beruházás esetén a pályázat nyertességétől függően, ha beleesik ebbe a közbeszerzési eljárásba,
akkor majd azt le kell folytatni. Úgyhogy közbeszerzési tervként ennyit tudok javasolni. Megkérdezem a képviselőtársaimat, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vagy hozzászólás. Akkor amennyiben ezt így a képviselőtársaim elfogadják, akkor kérem, hogy készfelemeléssel jelezzék. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadásra került a közbeszerzési terv. Harmadik napirendi pont az óvodai beiratkozás időpontjának a meghatározása. Ennek előterjesztője Balog Zoltánné jegyzőasszony, megkérem, hogy ismertesse röviden. Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták, itt a jogszabályi hivatkozásokat nem akarom megismételni. A óvodai beiratkozás időpontjának a meghatározása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik. Az óvodai beiratkozásokat országosan április 20 és május 20-a között kell tartani. A jogszabály meghatározza pontosan a fenntartói hirdetménynek a szövegét, amit itt az előterjesztésben, illetve a határozat tervezetben felsoroltam. Az óvodavezető asszonnyal egyeztettünk arról, hogy mikor lenne alkalmas nekik ez a beiratkozás, és 2016. május 9-én, illetve 10-én, 8-tól 16 óráig javaslom, hogy a képviselőtestület meghatározza ezt az időpontot. Ezen kívül a testületnek kell dönteni a nevelési évben a csoportok indításáról és a csoportszámokról. Ez is egy előzetes egyeztetés alapján javaslom, hogy ugyanúgy 9 csoportban határozza meg a testület, mint az előző nevelési évben, hiszen az előzetes ismereteink alapján a gyermekek létszáma ezt a csoportszámot indokolja. Én kérem, hogy a határozat tervezetet fogadja el a testület. Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat megkérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, vagy módosító indítványa, vagy más javaslata. Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel az előterjesztést. Aki tehát egyetért azzal, hogy a Kartali Játéksziget napközi otthonos óvodában a 2016-17-es nevelési évre a beiratkozás időpontja 2016. május 9-e és május 10-e 8-tól 16 óráig legyen, és aki egyetért azzal, hogy a mostani gyakorlatnak megfelelően az óvodában 9 csoport indítása történjen, azt kérem, hogy készfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadta a testület. Következik a Játéksziget bölcsőde nyári nyitvatartásának a szabályozása, melynek előterjesztője ismét jegyzőasszony, úgyhogy megkérem, hogy mondja el az előterjesztést. Bölcsőde vezetőasszony kérelemmel fordult a testülethez, hogy a bölcsőde nyári nyitvatartását szabályozza. Ez a szabályozás is a képviselőtestület hatáskörébe tartozik. A bölcsödék a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 97 évi 31-es törvény rendelkezései alapján működnek. A fenntartó hagyja jóvá nyitvatartásukat. Pontosan leírt a bölcsöde vezető asszony, hogy hogy kéri ezt a zárvatartást, illetve azt az ügyeleti időszakot, amikor gyermekmegőrzést vállalnak. Ezt a határozati javaslat tartalmazza. Itt a 2016. július 1-től 24-e közötti időszakban ügyeleti rend alapján lenne nyitva a bölcsöde, július 25-től augusztus 14-ig pedig zárva tartana a bölcsöde. Ezt azzal indokoljuk, hogy a nyári karbantartási munkákhoz, illetve a nagy takarításhoz szükség van arra, hogy a bölcsöde bezárjon, illetve a dolgozók szabadságának a kiadása is indokolja ezt a zárva tartást. Köszönöm szépen.
Megkérdezem képviselőtársaimat, Szászini Évike. Szakóné Szarvas Évától szeretném megkérdezni a bölcsőde vezetőjétől, hogy amikor kijelöltétek ezt a teljes zárvatartási időszakot, az óvodával egyeztettetek-e, illetve hogy a kisgyermekeknek a megőrzése, felügyelete nyáron ebben az időszakban is megoldott lesz, ha valaki nem tudja őket hova tenni? Nem egyeztettünk az óvodával, mert nincs közügyegyvásnak valami valami. Egy egész évben itt vagyunk. Télen a két ünnepezők szoktunk elvalni, és nyáron is még eddig a szülőkhoz, gyerekekhez próbáltunk igazodni, mert a mindig a döntéshez. Mivel az eddigi évek tapasztalatai szerint a karbantartási munkák elképzése nagyon szabadó a kisgyerekek ellátásában, és egyébként sokan kérnék a szigetet, nem tudom kiadni a szabadságokat, ezért szeretném, ha lenne elmúlt. A fennmaradó időszakban, júniusban, és az augusztus közülészünknek pedig teljes kapacitással nyitva vagyok. A kérdésem éppen, vagy a kérdésem éppen erre vonatkozott, hogy ha sokan igénylik az ügyeletet, akkor a ténylegesen dolgozó szülőknél, mert elég sok a beköltöző is, akinek még nincs nagy szülő a közelben, hogy esetleg az óvodával lehet majd egyeztetni, hogy arra az időszakra esetleg fogadják a kisgyerekeket? Mondom, én nem javasolnám. Tehát, hogyha teljes zárvatartás 3 hétbeni szabadságon mindenkinek két szülőnek, de várják, hanem a kisgyerekek arra, amikor köszönöm. Igen, úgy tudom, tavaly is ugye ennyi ideig volt a bölcsöde zárva, és nem volt belőle gond, mert nem volt zárva, tehát teljes zárvatartás nem volt. Ez így valami sokan mélyebb lesz az ügyeletet, viszont 12-en vagyok közösen dolgozom, ebből 6-ig tudtam elérni. Nekünk augusztusig ki kell venni a szabadságunkat, tehát már szorgal időben is nagyon sokan hiányoznak. Szeptembertől pedig indul az új év, és nagyon sokan veszettek első, ami viszont meg kell használni az előttelelési évvel. Köszönöm szépen. Akkor tennél esetleg valami kiegészítő javaslatot, Évike? Hát én szerintem valahogy a felügyeletet biztosítani kell. Tehát, hogyha ekkora volt az igény, és eddig ez egy új dolog, vagy mérjük föl, hogy ki az, aki tényleg sehova nem tudja tenni a gyereket, és esetleg egy mini csoporttal, akár az óvodán belül helyet adva, mert, tehát nyári szünetről beszélünk, amikor kevesebb a gyerek, akár mondjuk azok a gondozónők nem vennék ki akkor a szabadságot, hanem az óvodában tényleg ketten, vagy egy ember, vagy két ember biztosítaná a felügyeletet azoknak a gyerekeknek, vagy azoknak a családoknak, ahol ez ténylegesen jogos igény. Tehát én nem arról beszélek, amikor a szülő csak éppen meg akar, bocsánat, csúnya szóval élve. Remélem nem mondok ezzel rosszat. Én egy mondattal esetleg kiegészíteném ezt a határozati javaslatot, hogyha mégis előfordulna, hogy ezre a tervezett zárvatartási időszakra egy-két gyerek felügyelete végképp nem megoldható, akkor az óvodával, mert ugye egész ott meg egész nyáron ugye megvan a ügyelet a központi óvodába, akkor ezt az óvodával, tehát megbízzuk, illetve igen, megbízzuk a bölcsöde vezetőt, hogy vegye fel a kapcsolatot, és akkor ezt a egy-két gyereket, ha előfordul, akkor mindenféleképpen a felügyeletüket így megoldani, jó? További képviselői hozzászólás. Akkor a határozati javaslat úgy szólna, a képviselő testület a Játéksziget bölcsöde vezetője kérelmének megfelelően engedélyezi, hogy a bölcsöde 2016. július 1 és 24 között ügyeleti rend alapján tartson nyitva, július 25-e és augusztus 14-e között zárva tartson. Amennyiben a zárvatartás idejére gyermekek felügyelete nem megoldott, úgy megbízza a képviselő testület, a bölcsöde vezetőjét, hogy az óvoda vezetővel egyeztetve oldja meg ezeknek a gyerekeknek a felügyeletét, és felkéri a bölcsöde vezetőjét, hogy a szülőket a nyári nyitvatartási rendről időben értesítse. Aki ezt a határozati javaslatot elfogadja, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag.
Jó. Következik az ötödik napi rendi pont, a Kartal Nagyközségi Sportegyesület közhasznú szervezettel kötendő bérleti szerződés megtárgyalása. Tulajdonképpen én csak rövid bevezetőként annyit szeretnék elmondani, hogy már hónapokkal ezelőtt a Kartali Sportegyesület jelezte azt az igényét, hogy szeretnék, hogyha az önkormányzat bérbe adná nekik a sportpályát a rajta lévő sport létesítménnyel együtt, mert sok tervük van, és mint bérlők pályázati lehetőségekkel tudnának élni, és fejleszteni tudnák akár az épületet, akár a sportpályát. Én akkor azt kértem, hogy készítsenek egy szerződéstervezetet. Ezt a szerződéstervezetet el is készítette a Sportegyesület. Minden képviselőtársam megkapta. Én is természetesen végigolvastam. Korrektnek tartom. És ezt a szerződést tudomásom szerint a Művelődési és Szociális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta. Úgyhogy meg szeretném kérni dr. Gyöngy Mónikát, hogy mondja el a bizottság véleményét a szerződéssel kapcsolatban. A Művelődési és Szociális Bizottság még csak az első tervezetét tárgyalta ennek a szerződésnek. Azzal kapcsolatban voltak módosítási javaslatok, illetve kérések, amiknek megfelelően a szerződés átdolgozásra került. Minden módosítási javaslatnak megfeleltetésre került a szerződés, tehát minden módosítás átvezetésre került rajta. Igazából ugye az egyetlen olyan rész a szerződésben, amiről nem döntöttünk, és hát nyilván a módosítási javaslatokkal elfogadta, illetve javasolja a bizottság a szerződésnek az elfogadását, az a bérletnek az időtartama, amiről a bizottság nem tárgyalt. Ezt nyitott kérdésként hagytuk, de egyébként a Művelődési és Szociális Bizottság az akkor kért első tervezethez fűzött módosításokkal javasolja a testületnek a bérleti szerződés elfogadását. Jó. Úgy tudom, a tegnap esti pénzügyi bizottság ülés Szarvas Csaba képviselő úr vezette le, mert Langa Gábor úr nem tudott itt lenni. Akkor tőled kérdezném, hogy a pénzügyi bizottságnak mi a javaslata a szerződéssel kapcsolatban? A pénzügyi bizottság ezt a módosítottat tárgyalta, és mi a időt is meghatároztuk, ami 25 év idő bérbe adásra javasolja egyhangulag a testületnek elfogadásra ezt a nyilatkozatot. Azért, hogy majd akik nézik a testület ülésről a felvételt, tudják, hogy mégis miről van szó, annyi szóbeli kiegészítést még tennék. Ugye már az elején elmondtam, hogyha a sportegyesület, aki közhasznú társaság bérlőként használhatja 25 évig ezt a sportpályát és objektumot, tehát egy az, hogy pályázni tud és fejleszteni tudja, a másik, hogy nem lesznek kizárva azért a kartaliak, tehát ott egyéb rendezvények, települési rendezvények is megtartásra kerülhetnek, és tulajdonképpen, amit esetleg pályázati erőből, vagy a sportegyesület saját erőből fejleszt ezen a sportpályán, illetve az épületen, a bérleti szerződés időtartamának lejárta után az önkormányzat tulajdonába kerül vissza, és egymástól semmiféle kártérítési igény nem lesz. Aztán meglátjuk, hogy 25 év múlva kikülnek itt, és akkor lehet, hogy újra meghosszabbítják. Jó. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, vagy esetleg még a szerződéshez valami kiegészítő javaslata? Bognár képviselő úr? Köszönöm. Valóban korábban a bérleti időtartammal kapcsolatban merültek fel különböző intervallumok, időintervallumok. Én amellett vagyok, hogy ezt ennél sokkal rövidebb időben határozzuk meg. El is tudom, hogy
Miért? Többször előfordult már itt az önkormányzati ciklusban is, hogy olyan kötelezettségeket vállaltunk, amelyek az utánunk, meg még a második, harmadik ciklusra is kihatottak. Úgyhogy ezt nem tartom igazán szerencsésnek, hogy 2-3 ciklus múlva is szembesüljenek bizonyos tényekkel akkori képviselőtestület tagjai. Azt is figyelembe kell venni, hogy a jelenlegi kurzus ezeket a fejlesztéseket pályázatok útján ugye preferálja, támogatja, de nem tudjuk, hogy mi lesz, nem 25 év múlva, következő ciklusban sem tudjuk, hogy mire, mennyire lehet pályázni, illetve intézményvezetői területekről példát hozva általában 5 év egy olyan megbízatási ciklus, amely alatt valamit fel lehet mutatni, valamit le lehet tenni az asztalra, és ugyanakkor se nem túl rövid, se nem túl hosszú. Ezek a rövidebb ciklusok szerintem a bérlőt is arra ösztönzik, hogy újra és újra a legjobbat próbálja meg a konstrukcióból kihozni, és nem kényelmesíti el, hogyha 5 évenként vagy egy bizonyos rövidebb időszakonként megmérettetés alá kerül. Úgyhogy én összegezve az elmondottakat a főbb szempontokkal egyetértek, csak többször mondtam, hogy az 5 évet én ennyiben határoznám meg. Dr. Gyöngyi Mónika? Én nem értek egyet a Bognár László képviselőtársam által elmondottakkal. Én azt gondolom, hogy ez a bérleti szerződés semmilyen formában nem köti meg az önkormányzat kezét. Ugyanúgy jogosultak vagyunk a szerződés értelmében mi is pályázni, ugyanúgy jogosultak vagyunk a sportpályát hasznosítani, ugyanúgy jogosultak vagyunk ezt használni, nyilván egyeztetések alapján, ugyanúgy akár bevételünk is származhat ebből a bérleti szerződésből, akkor, hogyha sikerül esetleg tovább hasznosítania, akár a büfét ennek a sportegyesületnek, amiből adóbevételünk keletkezhet. Jelenlegi fennállásban ebbe a sportpályába évek óta az önkormányzat egy darab forintnyi fejlesztést, bármit, még akár a fenntartási költségeket sem tudta magának megengedni. A szerződéssel kapcsolatban, ha ez megkötésre kerül, egy esélyt adunk magunknak, arra adunk esélyt, hogy itt bármiféle fejlesztés megvalósulhasson, és igen, általában 5 éves a fenntartási időszak, amit meg szoktak szabni egy ilyen pályázatra, de az mire elkészül, még onnantól fog elindulni az 5 év. Most bármilyen nagyobb volumenű, mert nyilván abban bízunk, hogy itt nagyobb volumenű fejlesztések lesznek, azért bízunk ebben, mert utána ez a mi tulajdonunkat fogja képezni. Tehát bármilyen nagyobb volumenű fejlesztés, számoljunk a legrövidebb idővel, én azt gondolom, hogy 1-1.5 év. De lehet több is, mert ugye mire egy pályázatot kiírnak, mire azon eredmény születik, legrosszabb verzióban akár 2.5, de mondjuk azt, hogy még 3 év is eltelhet addigra, mire egy pályázati kiírás alapján egy nagyobb volumenű fejlesztés megvalósul. Innen indul az 5 éves fenntartási időszak, tehát már ott tartunk, hogy 8 év. Tehát ha egy 5 éves minimumban szabnánk meg, amit esetleg képviselőtársam felvetett, akkor még a fenntartási időszakot sem tudná vállalni az egyesület. Tehát azt gondolom, hogy itt nekünk ebből a szerződésből semmiféle hátrányunk nem tud származni, csak előnyünk tud származni ebből a szerződésből. A legrosszabb eset az történik, hogyha nincsen nyertes pályázatuk, hogy a jelenlegi fennállásban megmarad a sportpálya, de mi ugyanúgy tudjuk ezt használni, csak az esélyt tudjuk elveszíteni azzal, hogyha lekorlátozzuk magunkat, illetve az egyesületet itt az időtartam vonatkozásában. Mónikától kérdezném, hiszen ő is közreműködött magának a szerződésnek az elkészítésében, hogy milyen esetekben tudjuk ezt a bérleti szerződést megszüntetni. Ugye a határozott idejű szerződés az a határozott idő lejárta előtt nem szüntethető meg rendes felmondásra. A negyedik oldal. Csak a rendkívüli. Persze. Csak a rendkívüli felmondásra van lehetőség. Rendkívüli felmondásra akkor van lehetőség, hogyha bármelyik fél olyan súlyos szerződésszegést követ el, ami alapján a szerződés fenntartása az nem várható el. Tehát, hogyha mondjuk a sportegyesület ezt a sportpályát rongálná, vagy bármiféle olyan cselekményt követne el, hogy nem a bérlet céljára, tehát nem sporttevékenység céljára szeretné hasznosítani,
akkor ilyen esetben mi ebből a szerződésből minden gond nélkül ki tudunk szabadulni. Ha viszont szerződésszerűen teljesítenek, akkor azt is hozzá kell tenni, hogy nem tudunk a határozott idő lejárta előtt kilépni ebből a szerződésből, abban az egyetlen egy esetben csak, hogyha ebben az egyesület is közreműködik. Tehát nyilván bármilyen szerződés közös megegyezéssel megszüntethető a lejárat előtt, de ha minden szerződésszerűen és szabályosan történik, akkor a 25 éves időtartam alatt ez a szerződés élni fog. Kalcsó képviselő úr. Annyit tennék még hozzámolni ahhoz, hogy a bérlő vagy egy befektető pályázik egy komolyabb összegre, hogy vele kell tenni a 25-30% körrészt. Most, ha ő betesz egy x millió forintot, mire az megvalósul, valószínű, hogy szeretné és abból valamit majd élvezni, vagy látni belőle. Ha ezt egy 5-6 év alatt, azt nem lehet, én is egyetértek a 25 évvel, meg ami le van írva a szerződésben, az tökéletes. Bognár képviselő. Köszönöm. Én változatlanul azt mondom, hogy ez egy olyan motivációs tényező lenne, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ugye mi is, mint testület érezzük a hátrányát annak, hogy elég a 24 hektár földre gondolok, hogy 50 éves bérleti díjról van szó, vagy 50 éves bérleti ciklusról van szó. Igazából egy ilyen se nem a miénk, se nem a övék helyzetben vagyunk. De visszatérve egy intézmény vezetői ciklusra, 5 év. Tehát legyen a szó iskoláról vagy óvodáról, ugye a szabályzók is változnak, és nehéz felmutatni nevelés terén is 5 év alatt egy megfelelő eredményt, de ugyanúgy például a mi testületi ciklusunkat tekintve, és ugye hányszor hallottuk azt, hogy ó, már mindjárt vége a ciklusunknak, és akkor még semmit nem mutattunk fel, pedig megindultak a dolgok, de valóban azoknak a kifutása az hosszabb időt vesz igénybe. De ez én nekem meggyőződésem, hogy egy motivációs tényező, és arra sarkalja a bérlőt, hogy jobban teljesítse. Nyilvánvaló, az teljesen egyetértek, hogy valami hasznot ki akarnak, ugye, vagy realizálni akarnak ebből a konstrukcióból, de akkor miért ne ösztönöznünk őket a jobb munkára. Nem törvényszerű egyébként az 5 év, amit mondtam, de a 25-öt azt meg elég soknak érzem. Akkor elmondom először én, amit gondoltam, jó? Én azért nem ágálok a 25 év ellen, mert tulajdonképpen majdnem mindegy, bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom, hogy az önkormányzat, vagy a sportegyesület, ez a sportpálya, meg ez az épület itt marad. A sportegyesület is fejlesztheti, a szerződésben benne van, hogy a bérbeadó is pályázhat, ha adódik egy ilyen lehetőség. Tehát nem egy vadidegennek adjuk oda, innen senki semmit nem visz el, azon kívül, ha ne adj Isten, a sportegyesület mégsem tudná anyagilag, mert nem nyerne pályázati úton, vagy valahogy nem bírná ezt fenntartani. Ugye itt van a szerződésben, hogy közös megegyezéssel bármikor megszüntethetjük ezt a szerződést. Tehát ez is egy garancia arra. Ez volt az én véleményem. Tehát nem idegennek adjuk itt oda, ez itt marad, ha ez fejlődik, épül, szépül, ez a Kartaliaké. És mindegy, hogy tehát önkormányzati tulajdon és bérleti szerződés van rá. Ha esetleg, amit Bognár képviselő úr mond, hogy semmit nem csinálna a sportegyesület, akkor azt mondjuk egy pár év múlva, hogy elnye-belnye, nem tettetek semmit, akkor felmondjuk ezt a szerződést. Ez az én véleményem, és bocsánat, hogy szóltam. Ki kért akkor most szót? Ketten kértünk. Akkor Klári. Azért tartom egy picit másnak, ugye itt a Bognár László képviselő úr megemlítette, hogy 5 évre kapnak, 5 évre lehet pályázni az igazgatói állást. Igen, de ott ugye szakmai ember pályázik. Az önkormányzatnak hosszú, tehát akár a jelent, akár, hogyha picit visszamegyünk a múltba, se anyagilag nem tudtuk finanszírozni a sportpályát, illetve a tevékenységet, magát a sporttevékenységet, sem szakmai apparátusunk nem volt rá. Feltehetőleg az elkövetkező években nem is lesz. A sportegyesület tagjai kartali emberek, akik azt tűzték célul, hogy a kartali sport életet felvirágoztassák.
Ha egy picit akár szakmailag belefolyunk, hogy egy sportéletet hogy lehet felhozni a mostani szintről egy magasabb színvonalra, akkor azt mondom, hogy 5 év ciklus az nagyon kevés. Anyagilag megint csak nagyon kevés, tehát ha közgazdás szemmel nézem, az 5 év megint nagyon kevés, hiszen ugye visszautalnék itt az előzőek szavaira, ha pályázatról van szó, és ebből bármilyen akár a későbbiekben ugye meg kell valósítani ezt a pályázatot, később ugye feltételezem, hogy egy pici nyereséget szeretnének elérni, ezt a nyereséget visszafordítani és fejleszteni az egész sportéletet, akkor ez az első 3-4 évben látható eredmény még nem lesz. Tehát minimum 5-6 évnek el kell tenni ahhoz, hogy itt látható eredmény legyen. Ahhoz képest, hogy az elmúlt években és jelen pillanatban semmi sem történt azzal a sportpályával, az állaga csak folyamatosan romlott, a hivatalnak sem ereje, sem szakmai tudása, sem apparátusa, sem pénzügyi forrása nincs arra, hogy ezt ezen változtasson. Én úgy gondolom, hogy ugye itt megemlítődött, hogy a sportegyesület elkészítette a bérleti szerződést, hozzátenném, hogy a bérleti szerződést a képviselőtársunk dr. Gyöngy Mónika készítette, aki mindkét félnek én úgy gondolom megfelelően képviselte az érdekeit, tehát ez egy előnyös szerződésnek tartom, a módosításokat, amit a Szociális Bizottság javasolt, az összes módosítást tartalmazza, abba bízva, hogy a jövőben a sportélet fel fog virágozni, én azt mondom, hogy az 5 év nagyon kevés lenne. Tehát nem lenne ideje a sportegyesületnek kimutatni azokat a célokat megvalósítani, amit szeretne. Tehát mindenképpen nagyobb időtávba kell gondolkozni, a tulajdonjog ugyanúgy, amilyenké marad, a befektetett beruházások, az érték ugyanúgy, amilyenké marad, tehát én nem látom akadályát annak, hogy a sportegyesület megkapja ezt. Gyöngy Mónika? Én csak annyit szerettem volna még ehhez hozzátenni, hogy ráadásul nem egy KFT-nek adjuk bérbe ezt a területet, hanem egy közhasznú sportegyesületnek. Ugye a közhasznúságnak pedig az a lényege, hogy nem osztalékot fog fizetni a tagjainak, és ebből ő egy óriási nagy nyereségre szeretne szert tenni, hanem csak a célja szerinti tevékenységére tudja fordítani, még akkor is, hogyha nyereséget képez magának. De képezzen nyereséget, mert nekünk is az az érdekünk, hogy itt legyen olyan fejlődés, ami aztán a sportéletből bevételt tud produkálni, amit majd a helyi sportéletre, a helyi gyerekeknek a sportolására tudnak fordítani. Tehát én azt gondolom, hogy itt a közhasznúság is nagyon fontos és mérlegelendő körülmény akkor, hogy így járunk el, hogy bérbe adjuk-e az ingatlant. Tibor. Kalcsó képviselő úr. Lacihoz szeretném mondani, az elmúlt 10 évben 1 forintot nem adtunk a sportkörre. Meg is lehet nézni, hogy néz ki. A összehasonlítás végképp nem jó. Egy intézményvezető vezette az iskolát vagy az óvodát, itt meg a vezető saját pénzéből fog betenni x%-ot. Én az előbb elmondtuk 25% minimum, mert 100%-os pályázat, és ha betesz 15-20 millió forintot, és az fejlődik valamit, akkor az önkormányzat csak megköszönheti neki. Köszönöm. Szászin Évike. Ne lesz a képviselő úr szavait. Tolmácsolnám akkor újra. Tehát Laci nem azt mondta, hogy nem ért egyet azzal, hogy bérbe adjuk, hanem ő az időintervallumot sokalta. Sőt, azt is mondta, hogy ha jól emlékszem, hogy nincs kőbevésve az 5 év, tehát akár egy hosszabb, egy 10-15 éves vagy 20 éves időintervallum is meg lehet, hogyha Lacit esetleg ez, vagy bármelyikünket megnyugtatja. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt bármelyikünk ne akarná a szerződést megkötni. Azzal kezdtem én is valóban, hogy minden egyéb részével egyet értek. Ez egy ilyen motivációs tényező lenne. Na de egy szerződéses időintervallum lejáratakor nyilván mind a kétből megvizsgálja a szerződéses időszakot, hogy ez neki megérte, jó volt-e. Most ha 5 évet vagy 8-at írunk be, és az alatt még egy pályázat sem tudott mondjuk kifutni, egy pályázati fenntartási időszak sem mehetett le, akkor méltán mondhatja azt az önkormányzat, hogy elnye-be-elnye, hát itt volt, megkötöttük veletek a szerződést 8 év alatt, hát mutassátok már be, hogy hol lett ebből a nyereség, hol forgattatok ebből vissza, mivel támogattátok a gyerekeket, tehát ő sem biztos, hogy sarkalva lesz arra, hogy gyorsabban fusson ki, hanem lehet, hogy őt sem fogja ez annyira lázba hozni, mert nem tud eredményt felmutatni az alatt, az időszak alatt, amit vár. Én mondtam azt is, hogy lehet, hogy a feltételek is változni fognak, tehát hosszabb távban gondolkodva. Persze, ez egy több tényezős dolog. További hozzászólás, Szarvas képviselő. Én javaslom akkor, hogy amit ugye a pénzügyi bizottságon is egyhangon elfogadtunk a 25 évet, ez egy javaslati idővallum,
ha valakinek van más idővallom, javaslatot tegyük fel, és tegyük szavazásra. Összes többől úgyis egyetértünk. Szeretnék csak hozzátenni, hogy én úgy gondolom, hogy egy 15-20-25 éves időintervallum is motivációs tényező folyamatosan a egyesület számára. Az meg nem, arról még nem beszélve, hogy egy generáció felnövekedése, illetve egy jó mondjuk futballcsapat elérése egy 15 év körülbelül. Én a 25 évet támogatom. Jó, én nekem lenne akkor egy kérésem, hogy akkor mondjátok már el, hogy milyen elképzeléseitek vagy ötleteitek vannak, hogy most itt a tévénézők is esetleg hallják, hogy mit szeretnétek, vagy nem, hogy hangozzon el akkor tőletek, hogy mit szeretnétek. A képviselő testület elé már bekerült a beadvány, úgy tudom, de bele volt írva, hogy igazából milyen tervek vannak. Itt a tervek ezek mind tulajdonképpen anyagi részt érintenek. Igazából azt gondolom, hogy eddig az egyesület, amit a három edző a fiatalokkal véghez vitt, az is egy nagyon szép eredmény. Támogatásban nagyon nem részesültek, csak a TAO-ba, az önkormányzat részéről. És a létesítményre igazából anyagi ráfordítás tulajdonképpen nem történt. Az állapot igen leromlott, ezt képviselők közül bárki le lehet megnézni, már múltkor is ajánlottam, azt hiszem. És voltál megnézni, Évike? Én amikor a többiek pingpongoztak, én elég sűrű megfordultam a sport létesítményben. Hát látom, tehát tisztában vagyok a helyzettel. Tehát én a terveitekre vagyok kíváncsi, hogy miben láttok fantáziát, mit szeretnétek, hogy itt a tévénézők is az, hogy itt nyereség, meg bevétel, ez egy igen érdekes történet, mert egy sportesítménnyel, hát előbb itt Bognár úr az is felvetette, hogy nyereség, meg egyebek. Tehát ezt tulajdonképpen, hogy nyereséges fordítani egy ilyen egyesületet igen nehéz. Meg a működésnek a szintje függ attól, hogy támogatók milyen létszámban vannak jelen, mert itt más bevételi forrás nincs. Tehát akkor nyereség tud képződni. Tehát ami itt bevétel képződik, az mind a feltartásra, és ha sikerül csapatot összerakni, és anyagiaktól függ, akkor arra fog elmenni a pénzt tulajdonképpen. A elsősorban azt tartjuk feladatnak, hogy a gyerekeknek a létesítmény használhatósága legyen megoldva, úgy mondjuk a pályája, öltözőké és a közösségi helység a klubház felújításába látunk még egy kis megoldást. Sajnos a Pest megye kapcsán, itt ugye a pályázatoknál igen hátrányos helyzetben vagyunk, mint ahogy jelen pillanatban is, amely pályázati lehetőség van, 25% önerőt kell hozzá biztosítani. Ez a pályázat, ez maximum 50 millió forintig mehet, ennek az önerő része 12,5 millió forint, tehát igazából ez is igen komoly nehézséget okoz. Az MLS-es pályázatoknál ugyanígy 30% önerőre van szükség, egy műfűves pályánál is 9 millió forint az önerő. Tehát igazából nagyon nagy kérdőjel, hogy mikor jön ki olyan pályázat, amin tudunk pályázni, pont a Pest megye miatt, meg hogy 5000 fölötti lélekszámmal megy a település. Úgyhogy tulajdonképpen itt ilyen társadalmi összefogásban és itt az elnökségben, akik most bekapcsolódtak, és saját zsebből mennek a ráfordítások. Tehát itt motivációs tényező egy érdekes dolog, mert megkérdezném Bognár képviselőt, hogy ő eddig a sportpályánál bármiféle segítséget vagy valamit nyújtott esetleg? Konkrétan a sportpályára nem emlékszem, de máshova nyújtottam segítséget, igen. Igen, ilyen hosszú távú, tehát így ilyen nagyobb léptékű feladatba belevágott és megpróbálta a falujavára fordítani? Nem, szerintem, bocs, nem akarok most, hogy tettne... De konkrétan, menjünk bele nyugodtan, hogy mire gondol az Oli konkrétan. Én például csak annyit tudok elmondani, bocsánat, hogy így belebeszélek, hogy annyit tudtunk csinálni tavaly, hogy lefestettük a kerítést, gaztalanítottunk, hogy mégis nézzem már ki kívülről valahogy, való igaz, hogy hosszú évek óta az önkormányzat
Nem is konkrétan mire gondolzol? Hát arra, mert tulajdonképpen úgy érzem, hogy valaki azt gondolja a képviselő testületből, az egyesületnek itt odaadja a pályát, és itt majd nyereségek lesznek, tehát ez nagy tévedés. Itt, aki ebben a munkában részt vesz, ez a saját idejéből szánja rá, hogy fejlessze azt a létesítményt, ami a faluban marad. De bocsánat, a nyereséget azt először nem én vetettem fel, elhangzott, hogy majd valamit ki is akarnak venni belőle. És nem én mondtam először. Megkérdezném, hogy, de egyébként hát milyen, nem... És sportesületből milyen lehetőség van kivenni nyereséget? Nem tudom, nem én vetettem fel, én csak ismételtem, amikor ez elhangzott az előzőekben, hogy azért nem jó az 5 év, mert hogy a későbbiekben esetleg nyilvánvalóan, amivel egyébként egyetértek meg, nem is látok benne kivetnivalót, hogyha valaki belefektet valamit, akkor utána nyilván, hogy valamit viszont is akar látni. Na most az egész az, még egyszer erre az idő intervallumra visszatérve. Sajnos az elmúlt másfél évtizedben két olyan dolog is volt, amiből Karta rosszul jött ki. Az egyik, amikor fölvettük a 4 millió svájci frankos hitelt, nagyon hosszú időre leköteleztük, illetve bekorlátoztuk az utánunk lévő testületeknek a hatáskörét, az már a jelenlegi kormányt dicséri, hogy az önkormányzatoknak ezt az adósságát Karttal esetében is elengedte. Egyébként nagyon nem lenne miből rugdalóznunk, hogyha ezt a svájci frank alapú hitelt még mindig nyögnünk kellene. A másik dolog meg a 24 hektáros földnek a bérleti időtartama, ami megint nagyon behatárolja a lehetőségeinket, csak emiatt ütött szöget a fejemben a dolog, hogy ez a 25 év, hát emberi mértékkel mérve, és azért egy kicsit hosszú idő. Egyébként elmondta az Évi is, köszönöm, hogy kisegített, nem a részletekben van a, vagy részletekkel van a problémám, hanem csak egyszerűen a keserű tapasztalatok mondatják velem azt, hogy ezt a 25 évet mondjuk ki, úgyhogy szinte beláthatatlannak tartunk. Jó, elnézést, de visszavenném azt, hogy nem ilyesmire gondoltam. Tehát nem anyagi ráfordításra, meg ilyenekre, hanem hogyha mondhatjuk azt, hogyha magatokénak érzitek mondjuk ezt az egész történetet, mint kartali sport, foci, akkor 25 év alatt mondjuk ki tudunk-e termelni, vannak-e ilyen remények, célok, vágyak, álmok, hogy 25 év alatt kitermeljünk egy olyan csapatot, aki mondjuk itt a környékben megveri a környező települések csapatait. Tehát vannak ilyen célok, tervek, vágyak, és most én nem az anyagiakra, meg az épületre, meg a felújításokra gondoltam, hanem arra, hogyha ez egy kézben van, akkor gondolkodtatok-e ilyenben, hogy igen, most már jól megy a buzsiktorna, jól megy ez, jól megy az, hogy szeretnénk, hogyha egy olyan csapatunk kiállna, aki stratégiailag is ott van, hogy... Értem a kérdést, csak teljesen mégis mégse értem. Tehát most ilyen hosszú távon gondolkozni ezek a nagy lehetőségekkel szinte lehetetlen. Tehát most tekergessünk hibábrándokat, hogy egy ilyen csapat, meg olyan csapat nem. A 80 fiatal van jelen az egyesület sportolói között, ez mint focista. Igen, folyamatosan fejlődnek a három ember munkájának köszönhetően. És tulajdonképpen eddig itt az a probléma, hogy a korosztálynak egyszer csak vége szakad, és nem tudják itt folytatni a sportolást tovább. Hát ezen próbálnánk javítani. De még egyszer mondom, tehát nem csak mi érezzük magunkének ezt egyesületet, mert ez itt van a faluba, úgyhogy érezze magának a képviselőtestület, de bárki, aki ebben segíteni szeretne, nyugodtan jöjjön, jelentkezzen, ha bárki bármilyen szakosztályt szeretne nyitni, tehát egy futó, egy kézilabda, jöjjön, szívesen fogadjuk, szakosztályon külön is pályázhatnak, tehát igazából úgy érzem, hogy kicsit ez a dolog most így föl lett fújva, tehát mintha semmiről menne itt a vita, tehát 25 év vagy 20 év, nagyjából szinte mindegy. A polgármester azt mondja, ezt nagyon jól mondta, igazából nem értem ezt most itt egy kicsit. Tehát ez itt marad. Ez nem úgy van, mint hogy odaadjuk a földet, bocsánat, most Laci nem bántani akarlak, hogy 50 évre, és akkor utána a lábunkat addig rá se tehetjük, hanem ez tulajdonképpen, ahogy mondtam, ugye, ez most majdnem mindegy, hogy tehát a tulajdonjoga miénk, a sportegyesület, mint közhasznú szervezet próbál pályázni, próbál sportolókat kinevelni, és közös megegyezéssel, ezt már nem akarom ismételni magam bármikor, hogyha elmegy a kedvüktől, akkor ez felbontható, és ha meg fejlődik, ez Karttalon marad, ez Karttalé.
Klári. És nagyon fontos kitét a szerződésnek, hogy a sportegyesület bérli, de természetesen előzetesen egyeztetve az önkormányzat, hogyha rendezvényt szeretne ezen megvalósítani, vagy bármilyen egyéb ilyen dolgot, akkor előzetesen tudunk egyeztetni, tehát itt nem az van, hogy kizárólagosan a sportegyesület fogja használni, elsősorban természetesen a sportegyesület, de hogyha az önkormányzat rendezvényt, vagy bármilyen programot meg szeretne valósítani, egyeztetünk a sportegyesület vezetőségével, és abban az esetben természetesen mi is ugyanúgy megfogjuk. Tehát nem kizárólagosság lesz, ez még nagyon fontos. Bognár képviselő úr. Köszönöm. Félreértést ne essék. Én nem úgy jöttem ide, hogy én kötekedni fogok, meg az egészet el fogom utasítani. Csak a korábbi rossz tapasztalatok alapján gondolkodtam el a hosszabb távú lekötésre. De hogy a kérdésedre visszatérek, ugye később ugrott be a dolog. Gyakorlatilag valóban a három kolléga lerakta egy olyan csapatnak az alapjait, a jelenlegi 14 évesek az U16-os bajnokságban indulnak, tehát belátható időn belül, 4-5 éven belül akár felnőtt bajnokságban is el tudnak indulni. Hát a kisebbik fiam is óvodás kora óta sportol a Kratofil Sándor kollégánál, félreértés ne essék, hogy én most ellenük lennék, vagy bárki ellen lennék, igenis a feltételeket meg kell teremteni, és akkor Zoli az előző konkrét kérdésedre válaszoljak. Ugye amióta ők járnak, sokszor előfordult, hogy én is vittem őket a meccsekre, mikor úgy adódott, hogy nem sikerült biztosítani, illetve amikor felkészülési tornákat vagy meccseket rendeztek, tornákat itt a csarnokba, nem volt szerintem olyan alkalom, hogy a feleségem egy-két mázsa pogácsát vagy egyebet a büfé meg a gyerekek ellátására ne sütött volna. Csak még egyszer mondom, vannak az embernek keserű tapasztalatai. De ha azt mondjátok, hogy nincsenek olyan veszélyek, amiket itt vizionáltam, hát tőlem legyen a 25 éve, meg lehet győzni észérvekkel. Köszönöm. Pont erről van szó, amit a Zoli említett, meg kiegészítve a Zolit, hogy nagy csapatot szeretnék ők elindítani tovább folytatva, hogy Kartalról a tehetséges játékosok ne menjenek el. Aszódra, Bagra, minden környékbeli nagyobb klubhoz elmennek. Itt nincs semmi. Ezt szeretnék tovább vinni a Zoliék. Ezt szerettem, hogyha ezt ő kimondja. Persze, hát ezért tettem fel a kérdést, ennyi. Csak nem szeretném volna igényelni, hogy esetleg nem is úgy betartani. De tervként, célként továbbvinni. Meg lehet ezt jelölni tervek, vannak, tervezünk, aztán majd lesz valami. Jó. További kérdés, hozzászólás. Akkor, aki az írásban megkapott bérleti szerződés tervezetet azzal a kiegészítéssel, hogy a kipontozott részbe 25 év kerül meghatározásra. Aki ezt a szerződést elfogadja, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta szerződés tervezetet, és felhatalmaz annak aláírására. Köszönöm szépen. Következik a hatodik napirendi pont, az önkormányzat tulajdonát képező Szirom utcában lévő lakásra benyújtott bérleti kérelmek megtárgyalása. Azt hiszem, szinte már az egész falu tudja, hogy a Szirom utcában van az önkormányzatnak egy lakása, ami bérbe volt adva sokáig. A bérlők sajnos jelentős lakbér tartozással rendelkeztek, ezért felmondtuk a bérleti szerződést, és valamikor február folyamán ki is költöztek a lakásból. És hát ugye, mint ahogy beszéltük, Kartalon gyorsan terjednek a hírek, sokan megtudták, hogy ez a lakás megüresedett, összesen 6 darab kérelem érkezett, hogy szeretnék bérbe venni ezt a lakást. A képviselő társaimnak beszkennelve minden kérelmet megküldtünk. Én addig nem olvasnék neveket, mert nekem az az álláspontom, aztán majd utána elmondják a képviselő társaim is,
hogy nem kellene már ezt a lakást bérbe adni, hanem meg kellene hirdetni eladásra. Tisztelet a kivételnek, de a bérlőkkel általában probléma van. A lakást lelakják, a bérleti díjak nem fizetik, most közel 800 ezer vagy 600 ezer az, amit nem fizettek be az eltávozott bérlők. Hát majd mi megpróbáljuk persze jogilag behajtani, aztán vagy sikerül, vagy nem. Legtöbbször nem szokott sikerülni. Úgyhogy én azt kérném, hogy először abban állapodjunk meg, illetve arról beszéljünk és döntsünk, hogy bérbe akarjuk-e adni, és ha igen, akkor utána végigmegyünk, hogy kinek, vagy pedig meghirdetjük eladásra. Kérem a képviselőtársaimnak a véleményét, amit én elmondtam azzal kapcsolatban. Kinek mi a véleménye? Szarvas képviselő úr? Ahogy beszéltük, sajnos a bérlőkkel mindig probléma van, tisztelet a kivételnek természetesen. Én azt javaslom, hogy eladásra tegyük most ezt a lakást. Természetesen, ha tudom én, egy fél éves intervallumban nincs jelentkező, vagy egy éves intervallumban esetleg inkább, ha nincs jelentkező, akkor esetleg újra visszatérhetnék a bérleményre, mert ugye állatmegőrzésként is, hát hogyha lakják, ha fűtik a kutya, mindig talán jobban megőrzi az állagát, mint hogyha lakatlanul van hagyva. Tehát azt mondom, hogy mindenképpen az eladásra törekedjünk, de ha több hónapon keresztül nincs rá jelentkező, akkor megint elgondolkodhatunk esetleg a bérbeadáson. De elsődlegesen azt javaslom, hogy adjuk el. Szeretném megkérdezni, hogy van-e egyáltalán ezen kívül olyan lakásunk, amit a nagyon valaki rászoruló szükséglakásként oda lehet adni? Például mi a helyzet a talpasféle lakással? Tehát vannak nekünk azért bérlakásaink. Mi a helyzet velük? Tudunk-e egyáltalán tényleg valakinél egy jogos igény merül fel? Tehát nem csak azért, mert hogy generációk külön akarnak élni, mondjuk. Van még üres van. Lakás ezen kívül, igen. Itt a három lakásos pedagógus lakások között. A fogorvosi lakás, tehát van még olyan úgymond önkormányzati lakás, ami szükség esetén felhasználható. Köszönöm szépen. Más képviselőm, nem képviselőtársam, Urbának? Én is a eladás mellett szavazni. Jó. Akkor először döntsünk arról, hogy akkor a képviselőtestület úgy dönt, hogy a Szirom utcai, majd a pontos, mert ott még házszámok sincsenek, helyrajzi számot meg fogom nézni, lakást nem kívánja bérbe adni, azt eladásra hirdeti meg. De akkor szerintem ebben a határozatban már azt is fogalmazzuk bele, hogy a vételár is mennyi legyen, tehát legyen egybe ez az egész komplexen. Most a tudomásom szerint, amikor még az előző ciklusban egy ugyanekkora lakás, vagy pár négyzetméterrel nagyobb, 2-3 négyzetméterrel nagyobb lakást, az önkormányzat akkor úgy tudom 6 millió plusz áfáért adta el. Úgy emlékszem. Mónika? Nekem az lenne a kérdésem, hogy azt tudjuk, hogy milyen értéken van nyilvántartva, vagyonleltárban ez a lakás? Hát ezt most Anditól nem kérdeztem meg, de... 8 millió forintra hirdette meg a testület korábban ezeket a lakásokat, erre határozottan emlékszem, de hogy most pontosan a nyilvántartási értéke mennyi, nem tudom. Uh-huh. De feltehetőleg a 6 millióhoz képest, hogy az 6 volt, vagy 6 plusz áfa volt? 6 plusz áfa. Nem 8 plusz áfa volt? Én 8 plusz áfára emlékszem, hogy 8 plusz áfa. Lehet, hogy azért emlék, hogy talán volt egy összeg, amit egy összegbe fizetett ki, és utána a többit részletekben. Igen, csak ugye, amikor havonta utalványozok, akkor neked így rémlik, hogy a... Az összegbe fizetett utána 6 milliót, és akkor a felmaradót... És a felmaradót részletekben törleszti. Akkor meg van egy javaslatom, mivel nincs itt most a pénzügyi csoportvezető, nem tudjuk egyeztetni, akkor egyelőre csak annyit olyan határozatot hozzunk,
hogy a képviselőtestület úgy dönt, hogy ezt a megüresedett Szirom utcai lakást nem kívánja bérbe adni, jó? És a következő testületi ülésre akkor pontosan megnézzük, hogy milyen értéken van nyilvántartva, meg hát végül is az áron még lehet gondolkodni, mert azt tudjuk, hogy a csok miatt, ugye, most azért a lakások ára egy picit felment, nagyobb az érdeklődés, tehát egyelőre akkor annyi, hogy nem kívánja a testület bérbe adni a lakást, és akkor megbíz a testület engem azzal, hogy valamennyi kérelmezőt erről a döntésről értesítsem. Jó? És akkor visszatérünk az eladásra következő testületülésen. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm egyhangulag. Jó. Következik a hetedik napirendi pont. Dr. Gál József Miklós fogorvos kérelme a fogorvosi rendelő felújítására. Ezt a kérelmet valamennyi képviselő társam beszkennelve megkapta. Én nem akarom az egész kérelmet felolvasni. A lényeg az, hogy a fogorvos úr elmondja, hogy a rendelő állapota nagyon rossz, nem jó a csapadékvíz elvezetés, lábazat alá folyik az esővíz a tetőről, süllyed már a rendelőben a burkolat, a csempe több helyen elvált a faltól lepotyog, aztán a mosdóhelyiségek is nagyon rettenetesen néznek ki, meg hogy nincs orvosi pihenőszoba, meg a fűtési rendszer is nagyon elavult. Tehát lényeg az, hogy azt kéri a képviselő testülettől, hogy újítsuk fel a fogorvosi rendelőt, ha ez pedig nem lehetséges, akkor kéri a fenntartással járó egyre magasabb költségek viselését, mert hogy ugye a rossz fűtési rendszer miatt neki magas a fűtés költsége. Azt hiszem, például itt mondja is, hogy a két éve egyetlen szezonban a fűtési számla 600 ezer forint volt. És akkor fotókat is csatolt, hogy néz ki a kazánház, hogy néz ki az épület környéke, ezt mindenki látta. Röviden erről ennyit. A pénzügyi bizottság ezt a kérelmet megtárgyalt, úgyhogy megkérem Szarvascsaba képviselőtársamat, hogy mondja el a pénzügyi bizottság javaslatát. Igen, tárgyaltuk is egy picit, fordítottnak látjuk a dolgot. Természetesen azt megszavaztuk, hogy ami az önkormányzat anyagi helyzetéből adódóan lehetséges, azt természetesen kijavítjuk, felújítjuk, megcsináljuk. De úgy gondolom, egy kicsit faramúci, mert a következő napirendi pontunk meg pont arról szól, hogy ugyanez a doktor úr szeretné magárendelőként is használni ezeket a rendelőket, amiből ő komoly pénzözeket vesz ki. Tehát mi fektessünk be, csináljuk neki új rendelőt, aztán ő magárendelőt nyitna belőle. Ez egy kicsit olyan furcsa, hát még egyszer mondom, ami tőlünk telik anyagi helyzetünk által, azt javasoljuk a testület felé, hogy ezt a felújítást tegyük meg, de egy kicsit furcsának találjuk a kérdést. Vagy illetve kérés, bocsánat. Képviselőim, társaim, további vélemény? Annyit tennék azért még hozzá, hogy azért kicsit vannak sántító dolgok benne, mert én már itt vagyok 26 éve, azt a rendelőt legalább 3 kazáncsára volt, amiről én tudok, a 26 év alatt. Lehet, hogy nem egy új kazán van benne most, meg a kazán épületje olyan, amilyen, azt meg lehet esetleg igazítani. Az ablakokat úgy tudom, hogy pár évek életek cserébe, az, hogy műanyag ablakok vannak rajta, és a leesik 2-3 csempe, azt ki lehet javítani, és amit a Csabi mondta, hogy ha magánrendelőre ez tökéletesen megfelel, akkor most doktor úr tudom, miből indul ki, Nógrád megyébe is átjár dolgozni,
ott mivel lehet pályázni ilyen dolgokra 100%-kal is, azt csinálnak egy úgymond plafoni fölcsempézet, új rendelőket, és akkor abból indul, hogy Karton is ezt kellene csinálni. Csak épp az elébe az Zoli mondta, hogy Pest megye lévén olyan helyzetben vagyunk, hogy jóformán kiesünk mindenben. Igen, ugye ezt már régebben is beszéltük, hogy ugye ez a 5000 fő alatti települések igen pályázhatnak, hivatkozott is egyébként a következő e-mailjébe, amikor kérdezte, hogy mikor lesz már ebbe döntés, hogy Nógrád megyébe települések pályázati pénzből felújították, csak hát ugye 3000 lélekszámú települések pályázhattak. Mi ilyenekre sajnos nem pályáztunk. És csak Pest megyén. Csak elmondott, azért hozzátenném, hogy amit szükséges, azt nyilvánvalóan meg kell csinálni, de el kell gondolkozni, mert tegnap beszéltünk a bérleti díjakról is, hogy azért vannak olyan helyek, ahol semmit nem fizetnek, legalább a, úgymond az állók megőrzésnek a költségeket kifizetnék, mert ez valahogy nagyon sántít, hogy ez jó néhány év úgy megy, hogy mindenkinek csinálunk mindent, az szeretne ingyen lenni benne, meg szolgált ki. Jó. Van még ezzel a napi renddel kapcsolatban egyéb vélemény vagy kérdés? Akkor én dr. Gál József Miklós fogorvos rendelő felújítási kérelmére vonatkozóan a pénzügyi bizottság javaslatának az elfogadását javasolom a képviselőtestületnek, tehát ami olyan, hogy kevesebb összegből megoldható, akár a közfoglalkoztatottak bevonásával is, tehát tisztasági meszelés, vagy egy csempejavítás, vagy ami tényleg szükséges, azt elvégezzük, de most az anyagi helyzetünk nem engedi meg, hogy itt egy ekkora felújítást végezzünk. Aki ezzel a elmondott, akár határozati javaslatnak is tekinthető mondataimmal egyetért, azt kérem, hogy kész felemeléssel szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangú. És akkor tulajdonképpen Kalcsó képviselő úr már utalt is ugye a következő napirendi pontunkra. Ugyanez a fogorvos úr kéri, hogy a képviselőtestület járuljon hozzá, hogy ebben a fogorvosi rendelőben magárendelést folytasson. Nem hosszú a kérelem, csak azért, hogy a lakosság is értse, ezt azért felolvasnám. Alulírott dr. Gál József Miklós, a Dentogál Kft., székhelye Kartal-Bocskai utca 11, ügyvezető igazgatója. Itt leírja, hogy a kartalai ilyen-olyan ANTS számú fogorvosi körzet ellátója. Kérem polgármesterasszonyt, testületet, hogy a körzeti rendelési időn kívül a Kartal Mártírok útja 10 szám alatti rendelőt fogorvosi magárendelésre használjam. Az ANTS-szel egyeztetve a magárendeléshez szükséges engedély kiadásához kérik az önkormányzat, illetve az épület tulajdonosának a hozzájárulását. Úgy szintén az ANTS-szel egyeztetve az is elfogadott, hogy nem lenne megadva konkrét rendelési idő, hanem hétfőtől vasárnapig igény szerint előzetes bejelentkezés alapján az OEPES rendelési időn kívül. A magárendelés elindítása miatt többek között azért döntöttem, hogy az amúgy is fizetős beavatkozások ellátását az OEPES rendelési időn túl is el tudjam végezni, ezzel rövidítve a várólistát, valamint tapasztalatom szerint a kartali és környező települések lakosságainak igénye lenne a magárendelésre. Várom a polgármester és a testület pozitív döntését. Azt hiszem, most mindnyájan gondolkodunk. Azért van egy kicsit szünet. Kalcsó képviselő úr? Elmondom a véleményem. Én azt mondom, javaslom, hogy adjuk oda magárendelésre, mert az a betegek ellátását valóban hétfőtől vasárnapig kitolja,
de megfelelő bérletdíjat, amit beszéltünk, hogy át kell nézni az összes építményünket, amit használ, nem csak az orvosok, hanem mások is, és akkor kialakítani egy, és hogyha elfogadja a bérleti díjat, akkor legyen. További vélemény, javaslat Urbának? Cserébe újítsa fel a fogorvosi rendelőt. Ezt is javasolnám esetleg. Ez megfogadatlan. De ez megfogadatlan. De miért? Én azt javasolnám, hogy mivel ezzel a magárendeléssel, úgy, ahogy Kalcsó képviselőtársam is mondta, úgymond a lakosság is jól jár, mert hétfőtől vasárnapig bármikor bárkinek megfájdul a foga, tehát akkor oda telefonál és mehet. Tehát ezzel a lakosság fogászati ellátása javulni fog. Tehát én azt gondolom, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos, adja meg a hozzájárulását ahhoz, hogy ebben a rendelőben magárendelést folytasson. Utána ő ezzel az hozzájárulással úgyis megy az ANTS-hez. Az ANTS úgyis gondolom kijön és megnézi, mert egy engedélykiadás előtt meg szokták nézni azt a rendelőt. Kiderül, hogy ezek a leírt hibák, ezek mennyire fontosak, elhárítandók. És miután a napirend elfogadás, akkor megbeszéltük, hogy a helyiségbérleti díjak felülvizsgálatát azt ma nem tárgyaljuk, elnapoljuk. Amikor visszatérünk erre a napirendre, a helyiségbérleti díjra, akkor tárgyaljuk ezt is. Jó, most szerintem ezen most ne kezdjünk el meditálni, mert ezt egyeztetni kell mindenféleképpen. Nekem ez a véleményem. Dr. Gyöngy Mónika? Én pedig azt gondolom, hogy mindenképpen azzal a kitétellel kellene, hogy meg is adja a testület a hozzájárulását, hogy számítson arra, hogy neki bérleti díjat kell majd ez alapján fizetni a testületi határozat alapján. Különben nyugodt szívvel mondhatja azt, hogy ő erre nem is számított, ő erre nem volt felkészülve, a magánrendeléshez X összeget már beruházott, nem vagyunk korrektek, hogy utóbb pedig kitaláljuk azt, hogy ő fizessen bérleti díjat. Tehát ha még nem is mondunk konkrét összeget, de annak tudatában igényelje a magánrendeléshez szükséges ANTS engedélyt és egyéb beruházásokat, hogy az önkormányzat bérleti díjat fog tőle szedni. Ha ő nem hajlandó ebbe egy forintot sem beruházni, akkor ne is indítsa el a magánrendelést. Ezt én is így gondoltam, csak nem pont így fogalmaztam, tehát hogy adjuk meg a hozzájárulást, és jelezzük, hogy belátható időn belül, amikor a magárendelésre megkapja az engedélyt, akkor az önkormányzat bérleti díjat fog megállapítani. Ezzel a kiegészítéssel akkor így jó lesz. Akkor képviselő társaim, aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. Jó. Következik a 9. napirendi pont, Lehel utca hiányzó 130 méteres szakaszán út megépítésének a megtárgyalása. Ma annyit beszéltünk a Lehel utcáról, hogy már a lakosság nagyon ismeri biztos. Ugye ez az az utca, ahol 2010-ben eladásra kerültek az építési telkek úgy, hogy majd fél éven belül ott lesznek a közművek, meg minden út, meg minden. Aztán úgy örököltük mi meg, hogy se víz, se csatorna, se út, semmi. Tavaly sikerült ugye odavitetni a szennyvíz csatornát, az ivóvizet, és tavaly, illetve ez év elejére húzódott át az út megépítése. Viszont ugye spórolási szempontokból kimaradt egy 130 méteres szakasz, azért, mert ezen a 130 méteres szakaszon jelenleg egyetlen egy családi ház áll, nem titok, a Seprős Attiláék baptista lelkész úrék háza, akik már nagyon sokszor megkerestek, hogy mivel annyira járhatatlan ez a kimaradt szakasz,
hogy egyszerűen nem tudják folytatni az építkezést, mert nem tud bemenni oda építőanyagot, vagy bármit szállító teherautó. Azon kívül, amik még vannak ott mellette üres telkek, remélhetőleg előbb-utóbb arra is szeretnének építkezni. Úgyhogy aki már járt a Lehel utcába, most már el lehet mondani, hogy az a része, ahol az út megépítésre került, gyönyörű, minőségi munka volt, és lemértük, tehát pont 130 méter az, amit meg kellene csináltatni. Kértünk árajánlatot, és tulajdonképpen el is mondhatom, aztán elmondja a pénzügyi bizottság a vélemény, vagyis a javaslatát. Tulajdonképpen négy, már számolni se tudok, elnézést. Többször lett beiktatva. A pénzügyi bizottság ülésen volt egy olyan javaslat, hogy ott az első árajánlatot ne számítsa be a testület, mert a műszaki tartalma nem azonos az elbírálásnál. Persze, igen. Azért néztem, igen, mert... Úgyhogy három árajánlat van. Igen, igen. Igen, mert volt egy első árajánlat, amikor még úgy volt, hogy 400 méter lesz, de a 400 méter az úgy lett volna, hogyha a teniszpályától megyünk a Lehel utca felé, és az az útszakasz is bele lett mérve, de tulajdonképpen az már valamikor egy elkészített út volt, csak vannak benne gödrök, ott egy ilyen kavicsos valamilyen feltöltéssel az tulajdonképpen simává tehető, ezért is kértem a vállalkozókat, hogy csak az, ami kimaradt, ez a 130 méter. Érkezett árajánlat, nézem a dátumokat, a Lados Transz, Lados József egyéni vállalkozótól 2.620.000 forint plusz áfa. Érkezett a Kelemen József vállalkozótól 2.670.000 forint plusz áfa, és érkezett a Baumas Ped Transz Kft-től 2.500.000 forint plusz áfa. Az árajánlatokat a pénzügyi bizottság megtárgyalta, és akkor kérem, hogy ismertessék a javaslatukat. Először azt szeretném elmondani, hogy ez a Lehel utca azért élvez elsődlegességet, mert az elkészült útszakaszokat, hogyha ezt a hiányzó részt nem pótoljuk, az elkészült útszakaszokat fogjuk tönkretenni még jobban. Ez az egyik, a másik az, hogy ugye annak idején a telkeket úgy kaptuk, illetve úgy adtuk el olyan ígéretekkel, hogy ugye ott közüzemet, utat, mindenféle ilyesmi struktúrát ki fogunk építeni, tehát ezért élvez előnyt csak a Lehel utca. De szeretném itt elmondani, hogy az összes többi olyan utca, amelyik ugye, olyan, amilyen és nem járható és saras, én úgy gondolom, hogy az önkormányzat annyi helyzetében, ahogy adódik, azok is sorra fognak kerülni. Visszatérve a pénzügyi bizottságra, a pénzügyi bizottság a legolcsóbb, illetve a legjobb ajánlatot javasolja a testületnek elfogadásra. Köszönöm. Megkérdezem a képviselőtársaimat, van-e valakinek hozzászólása, kérdése, véleménye? Kalcsó képviselő? Annyit tennék hozzá, mert tegnap kimentünk arra, azt megnéztük, hogy mégis milyen állapotban ez az út. Én gondolom, hogyha ez a 130 méter még elkészül, és vele szórva az a, nem tudom, 17-es vagy 27-es kavicsal, tehát hogy az úgy fog kinézni, jó lenne mellette egy pici kis szikkasztó, nem mély árkot, hogy belesik, az belefoglal, mert van olyan rész, ahol a fű olyan magas, mint például a kavics. Az olyan az első olyan hó, akkor meg fog mintálni, úgyhogy nem is mély árkot, de egy kis profilk adnál egy 20-30 centit, hogy szikkasztónak eltűnjön a víz alól a részről. Most el fog készülni, akkor én szerintem meg lehet azt valósítani. Köszönöm szépen. Természetesen azt gondolom már nem egy nagy költség, egy kis vízzel vezető árak kialakítása. Mónika? Nekem csak annyi lenne a kérdésem, és lehet, hogy rosszul emlékszem, hogy nem ez volt az az útszakasz, amire vonatkozóan az ott lakó lelkész úr
Azt ígérte, nem az, nem a, dózsa. Az a másik, az a dózsa, az a dózsa köz. Akkor pedig megkezdtem örülni. Ez nem, ez az, azért mondom, hogy ez a Lehel utca, ez egyszer majd csak a végére érünk. Most már ez a szakasz, ha meg lesz, akkor ők most már azt gondolom elégedettek lehetnek, mert közművek és az út megépítése került. Jó, további kérdés nincs. Akkor aki egyetért azzal, hogy a Lehel utcában ezt a 130 méteres útszakaszt, úgy, ahogy van az árajánlatban, 4 méter szélességben, és ugye, ahogy az előzőeket is, vagy az előző utat is készítették, ugye 30 centis úttükör, és akkor 25 cm magasan ilyen 0,56 betonzúzalék, azt tömörítik, és utána megy a tetejére ez a 0,22-es zúzott kő felső réteg, az is tömörítés. Tehát aki ezt elfogadja, hogy 2 millió 500 ezer forint plusz áfa összegér, a BAU Maspet Trans Kft. Végezze el, és felhatalmaz engem, hogy megkössem vele a vállalkozási szerződést, azt kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a testület. Következő a 10. napi rendi pont. Sőregi Anett, Karttal, Arany János utca 11 szám alatti lakos, út és járda építés iránti kérelme. Képviselő társaim beszkennelve megkapták a kérelmet. Lényeg az, hogy a tulajdonképpen a Arany János utca folytatásának tekintjük ugye azt, azt mindenki tudja, ki a, tehát mindenki ismeri, hogy a Kinizsi utcának, utcával szemben, ott az iskola mögött, ha jól magyarázom, épült két ház, amiben laknak a Sőregi Anett és a másikban a testvére. Annak idején én elővetettem, mikor ezek a telkek eladásra kerültek, úgy lettek eladva, hogy a vevők vállalták az összes közműnek az odavitelét, mondjuk ugye a közmű a víz, villany, gáz, csatorna, viszont a kérésüket jogosnak tartom, hogy járdát és utat, az már nem közműnek tekinthető, azt az önkormányzatnak kell megépíteni. Ezt is megtárgyalta a pénzügyi bizottság, megkérem Szarvas Csaba képviselőtársamat, hogy mondja el, hogy mi a bizottság javaslata. Ahogy mondtam, ugye szeretnénk minden utat felújítani, legalábbis úgy gondolom, hogy tervben biztos, hogy benne lesz, de a anyagi helyzetünket azért figyelembe kell venni, hogy azért az véges. Úgy gondolom, hogy a járdát azt mindenképp megígérhetjük, mert azt úgy is terveztük ebbe az évbe, hogy szintén közhasznú dolgozók segítségével itt járdalapokat készítünk, és akkor azokat természetesen lerakjuk, az úttal pedig lenne, hát majd visszatérünk rá, úgy mondom, és ezt a javaslatot, illetve ezt a, igen, ezt a javaslatot javasolja a pénzügyi bizottság elfogadásra. Köszönöm szépen. Van-e valakinek más javaslata, vagy kérdése? Beszéltünk még, ha jól emlékszem, a Ibolya utca kiegészítésével is tegnap a pénzügyi bizottságon, hogy oda is járdákat is megígérhetünk. De ugye az most nincs itt. Nincs fölvetve, így van, ez igaz. Igen, hát ugye azért vannak még utcák, ahol mondhatni azt, hogy igen, szinte évtizedek óta várnak járdára meg útra. Ezeket, ahogy Csaba is mondta, folyamatosan igyekszünk elkészíteni. Tehát aki egyetért az pénzügyi bizottság javaslatával, és én is ezt teszem fel szavazásra, hogy a közmunkásokkal a járdát megépítjük rövid időn belül, az út építését pedig az anyagi helyzetünktől függően, ha tudjuk még ebben az évben, ha úgy alakul, akkor amikor tudjuk, természetesen az önkormányzat vállalja megépíteni. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú.
Jaj, de jó! Jön a 11. napi rendi pont, amelynek az előadója Balog Zoltán néjegyző, úgyhogy én most egy kicsit csendbe leszek. Kérelem érkezett a testülethez, Zámbó Anita, Kartalbaros út 87 szám alatti lakos közterület tartós használata iránt bocsánat, nyújtott be kérelmet. Az előterjesztés a kérelem, és itt mellette a lakóház tervei, illetve a közterületből elfoglalni kívánt területnek az alaprajzát minden képviselő megkapta. Egy körülbelül 4,5x6 méteres területet szeretne igénybe venni, mert a garázs kialakításához szükséges lenne a közterületből erre a területre is. Az önkormányzat közterület használatáról szóló rendelete alapján a közterület eltérő használatához hatósági engedély, illetve testületi hozzájárulás vagy területbe bérleti szerződés szükséges. Az állandó jellegű közterület használathoz a testület ad engedélyt, és itt a közterület használati díj mértékét a testület egyedileg határozza meg, nincs a rendelet mellékletében ilyen célra díjtétel meghatározva. A határozati javaslatban ezt itt én vagylagosan írtam be, hogy vagy ingyenesen, vagy pedig közterület használati díj fejében adja oda a testület. A korábbi döntéseket figyelembe véve kikerestem két határozatot, amikor a képviselőtestület magánszemélynek ingyenesen adta oda a közterületet garázs lejáró kiépítés céljára, ameddig ezt erre a célra használja a magánszemély, és volt egy másik határozat is, amit itt egy gazdálkodó szervezet részére, ott bérleti díjfizetés fejében állapított meg a testület. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy itt magánszemély építkezéséről van szó, és hogy ingyenesen adja oda a közterületet a testület. Köszönöm szépen. Pénzügyi bizottság, ezt nem tárgyalta, ugye? Nem. Ennyi napi rend körül. Na jó. Tehát én jegyzőasszony, amit elmondott, azzal értek egyet, hogy mikor magánszemélynek nem olyan régen szintén adtunk ilyen célra területet, közterületet, ingyenesen. Mert most építkezik, ahhoz, hogy be tudjon állni a garázsba, ugye szüksége van erre a területre, most azért hadd ne kérjünk már, amit tudom én, 50 évig, 60 évig, vagy 100 évig bérleti díjat. Tehát megkérdezem a képviselőtársaimat egyébként, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban más véleménye. Nincs, akkor a határozati javaslatot felolvasom. Kartal nagyközség önkormányzatának képviselő testülete engedélyt ad Zámbó Anita építtető és Zámbó László tulajdonos, mindketten Kartal Baros utca 87 szám alatti lakosok részére ahhoz, hogy a Kartal Baros utca 67 szám alatti ingatlan előtti közterületből 26,5 négyzetméter nagyságú területet állandó jelleggel garázsbejáró céljára igénybe vegyen ingyenesen, tehát hozzájárul a testület, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja. Mónika? Én csak annyit szeretnék észrevételezni, hogy tudomásom van arra, hogy azóta a tulajdoni viszonyokban is változás történt, tehát jelen pillanatban már Zámbó Anita a tulajdonosa is ennek az ingatlannak. Jó. Tehát akkor a határozatban csak akkor jó. Szerepel. Jó, köszönöm. Tehát aki egyetért azzal a határozati javaslattal, amit felolvastam, hogy ingyenesen, azt kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangulag elfogadta a határozati javaslatot. Következik a pályázatról való döntés, amit eddig ugye nem kezdtem el bővebben kifejteni, mert úgy gondoltam, hogy ha ide érünk,
akkor mondom el, hogy pontosan miről van szó. Szerintem többen tudtok már róla, képviselőtársaim, hogy kiírásra került egy pályázat, aminek az a neve, hogy felhívás a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés. Ez a felhívásnak a címe. Három célterületet jelöl meg ez a pályázati kiírás. Az első célterület az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló, közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata. A második célterület a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése. A harmadik célterület többfunkciós közösségi tér, tört vonal, szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése. Az első és a második célterület esetében maximum 50 milliót lehet nyerni pályázaton, a harmadik célterület esetén 30 milliót. Tehát nem kívánom felolvasni ezt a nagyon hosszú pályázati felhívást. Lényeg az, hogy mihelyt ezt megkaptam, emlékszik a képviselőtestület, hogy annak idején kiválasztottuk ezt a Solerte Trend Kft-t, aki pályázat figyeléssel és pályázatírással foglalkozik. Azonnal felvettem velük a kapcsolatot, és sikerült is március 10-én leülni, egyeztetni. Telefonáltam képviselőtársaimnak is, volt, aki nem tudott eljönni, mert nem ért rá, de leültünk egy jó páran, nem sorolom most pontosan, hogy kik. És tulajdonképpen a pályázatírókkal megállapítottuk, mert én rögtön a művelődési házra gondoltam, és megállapítottuk a pályázatírókkal, hogy ez a második célterületbe fér bele, a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése. Azért a másodikban, mert ugye az első azt mondja, hogy önkormányzati funkciót nem ellátó, vagy nem magába foglaló épület, lehet pályázni. Na most ugye a közművelődés biztosítása, az művelődés biztosítás az önkormányzati feladat. Egyébként a pályázatírók elmondták, hogy ők is, meg még sok-sok pályázatíró cég a minisztériumtól értelmezéseket, állásfoglalásokat kértek, mert hát most ugye az, hogy nem önkormányzati funkció, most akkor, ha a művelődés önkormányzati funkció, akkor műfházra nem lehet. Na mindegy, lényeg az, nem akarom itt túl bonyolítani, hogy úgy állapítottuk meg, hogy a második célterület az, amibe a művelődési ház bele fog férni. Kértem a segítségüket, hogy mivel én nem tudok itt helyben olyan tervezőt, hogy ők sok tervezővel kapcsolatban állnak. Kint is volt a tervező már másnap, március 11-én. Szarvas Csaba képviselőtársam segített, teljes egészében felmérték a művelődési házat, ugyanis ebbe az energetikai korszerűsítésben nagyon sok minden azért belefér, és amit úgy én elgondoltam, és természetesen nem egyedül, hanem többen tárgyaltunk, hogy a tetőre kerülnének napelemek, a művelődési ház fűtési rendszere, azt tudjuk, hogy elavult és teljesen használhatatlan.
nyílászáró csere lenne ebbe a pályázatba beépítve, külső szigetelés és a művelődési ház körül parkolók kialakítása. Úgyhogy 11-én, ez ugye nagypéntek volt, a mérnök felmért mindent, és tulajdonképpen ő készíti már az ehhez szükséges rajzokat, költségvetést, és amikor minden összeáll, akkor a pályázatíró cég beadja, de ugye ehhez szükséges, hogy a testület hozzon egy határozatot, hogy erre a célra pályázni kíván. Még amit szeretnék elmondani, a pályázatírók felhívták arra is a figyelmet, mert ugye majd beérkeznek a pályázatok, és azt pontozzák, hogy plusz pont jár azért, hogyha az önkormányzat valakivel, aki rendelkezik már ilyen pályázati regisztrációs számmal, konzorciumi megállapodást köt, ez plusz 2 pont vagy 4 pont a pályázat elbírálásánál, és arra gondoltunk, hogy a nyugdíjas egyesület már pályázott valamikor itt a főtérre, tehát ők már rendelkeznek ezzel a pályázati regisztrációs számmal, és tulajdonképpen ez a konzorciumi megállapodás ugye majd azt fogja tartalmazni, ami a jelenlegi valóság is, hogy a nyugdíjas egyesület is használhatja az épületet, ott tartja a próbáit, stb. Amit még el szeretnék mondani, hogy ugye a pályázati kiírás az úgy szól, hogy március 28-ától lehet beadni két éven keresztül ezt a pályázatot. Na most 28-a volt ugye húsvét hétfő, tehát tulajdonképpen 29-től lehet beadni. Valószínű, hogy az önkormányzatok és esetleg, mint tudom, hogy a sportegyesület is próbál majd a sportklubra pályázni. Tehát tömegesen érkeznek be a pályázatok, de azt mond, éppen valamelyik nap hívtak a pályázatírók, hogy ez nem azt jelenti, hogy beérkezik, most mondok egy számot, 500 darab, és azt mondják, hogy na jó, többet nem fogadunk be, mert úgyse lesz ennyi pénz, hanem folyamatosan befogadják a pályázatot, pláne azért, hogy a pályázatíró cégek által feltett értelmezési, állásfoglalási kérdésekre még nem kaptak választ, tehát nem lesz lezárva pár napon belül ez a pályázatbeadási lehetőség. Remélem nem túl bonyolultan mondtam el, tehát én azt gondolom, hogy ezzel csak egyet lehet érteni, hogy a képviselőtestület, nem olvasom fel újra ezt az elnevezést, erre a pályázatra pályázati igényt nyújt be, vállalja szükséges önerőt. Még azt nem mondtam el, hogy úgy van a kiírás, hogy a projektmenedzseri, meg a közbeszerzési költségeket nem finanszírozzák a pályázatba, de azért azt úgy gondolom, már bocsánat, hogy tévé előtt is elmondom, ügyes pályázatíró azért ezt bele kalkulálja, meg azért hál' Istennek van annyi pénzünk is, hogy ha kell önerőt, meg a tervezőt, ezt azért ki tudjuk fizetni. Mónika? Én csak annyit szeretnék megkérdezni, hogy a Csikerdi ellenében dolgozik a pályázatíró? Igen, emlékeztek talán, hogy akkor több pályázatíró cégtől kértünk ajánlatot, és ők voltak azok, akik csak akkor kérnek, nekem a lelki szemeim előtt még itt van a táblázat, csak most fejből nem tudom, akkor kérnek díjat, hogyha nyerünk. Ugye, és akkor úgy volt, hogy minél nagyobb összeget nyerünk, annál kevesebb a százalék, és természetesen, hogyha kevesebbet, akkor magasabb a százalék, mert hát azért ők ezzel keményen megdolgoznak. És ez vonatkozik az általa bevont tervezőre és egyéb emberekre is, vagy az ő díjazásukat azt külön kell rendeznem? A tervező úgy mondta, hogy 1000 forint per négyzetméter, igaz? Így egyeztünk meg, mert ővel a telefonon beszéltem. Tehát azért mondom, hogy a tervező költségét viselnünk kell,
de ahogy mondtam, egy ügyes pályázatíró ezeket a költségeket bekalkulálja. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen meg kell próbálni, nem kell ecsetelni, hogy hogy néz ki a művelődési házunk. Önerőből soha nem fogjuk tudni ott a fűtést felújítani, meg amiket felsoroltam megvalósítani. Meg kell próbálni, és bizakodjunk, hogy nyer is a pályázat. Aki egyetért azzal, amit elmondtam, tehát, hogy a képviselőtestület úgy dönt, hogy erre a pályázati felhívásra pályázatot nyújt be, konzorciumi megállapodást köt a nyugdíjas egyesülettel, vállalja a szükséges önerő viselését, azt kérem, hogy kész felemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangú. Jó, ezt most csak félre rakom. És most jön az, amit mondtam, hogy én itt 4 napirendi pontot írtam, ilyen anyagi támogatás iránti kérelmeket, aztán tudomásomra jutott, hogy a pénzügyi és a művelődési bizottság ezt megtárgyalta, és kidolgoztak erre egy tematikát, hogy ez hogy működjön. Úgyhogy szeretném megkérni dr. Gyöngy Mónikát, hogy akkor ismertesse ezt, hogy ezek az anyagi támogatás iránti kérelmek benyújtása, elbírálása a jövőben hogy történne. A legutóbbi, vagy az azt megelőző testületi ülésen egyeztettünk ezekről az egyedi civil szervezetek által benyújtott támogatási kérelmekről. Ugye az év folyamán folyamatosan sok támogatás iránti kérelem érkezik az önkormányzathoz, és egy kicsit kellemetlen az, amikor szeptemberre adott esetben már elfogy az önkormányzatnak a támogatásra szánt összege, de nyilván még felbukkan október, november, decemberben egy olyan cél, amire akkor is szívesen fordítanánk, hogyha már nincsen erre költségvetésünk. Ugye, amikor a költségvetés tárgyalta a testület, akkor 5 millió forintot különítettünk el a civil szervezetek támogatására. Ezt az összeget szeretné az önkormányzat felhasználni, viszont olyan módon, hogy valamilyen formában esélyegyenlőséget biztosítsunk minden támogatást igénylő számára. Ezért arra gondoltunk, hogy az év elején mihelyest sikerül ennek a pályázati feltételeknek a végleges formátumát kidolgozni, akkor egy minden lehetséges nyilvános fórumon meghirdetnénk a pályázati feltételeket, ami eljuthat minden érdeklődő civil szervezet, akár az egyház részére is. Ebben meghirdetve, hogy 5 millió forintunk áll rendelkezésre, és kérnénk egy jogvesztő határidőnek a kitűzésével, tehát egy utóbb már be nem nyújtható kérelmeknek a kitűzésével azt, hogy aki az önkormányzattól ebben az évben pályázati pénzre, illetve támogatási pénzre szeretne számítani, az eddig a határidőig adja be a támogatás iránti kérelmét, és a testület döntése alapján ezt a Művelődési és Szociális Bizottság véleményezné, javaslatot tenne rá, és ez alapján a testület döntene a támogatottak köréről és a támogatott összegekről is. Tehát ezért maradtunk abban, hogy ezeknek a pályázati feltételeknek a kidolgozását megkezdjük. Erre már össze is állt egy viszonylagos pályázati kiírás, de a folyamatos egyeztetések alapján még felmerült ennek a módosítása, de szeretnénk ezt önkormányzati honlapon, majd ha elfogadásra kerül a bizottság által a végleges pályázati kiírás, ezentúl a Facebookon, a Művelődési Háznak az oldalán, és majd még megbeszéljük, gondolom a Régió Plusz TV-nek az oldalán is meghirdetni, és ezt követően fogjuk a pályázatokat rangsorolni és elbírálni. Úgyhogy elképzelhetőnek tartom én személyesen azt, hogy mivel akik most napirendre tűzött támogatás iránti kérelmet benyújtottak, még nem tudták még mérlegelni azt, hogy mik is azok a pontos adatok, vagy számok, amiket szeretnék a kérelembe benyújtani. Tehát ezeket még adott esetben szeretném kérni már most, hogy majd a tényleges pályázati kiírás alapján bírálják felül, esetlegesen egészítsék ki, és akkor a határidő lejártát követően leszünk abban a helyzetben, hogy ezekről a kérelmekről dönteni tudjunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tudomásom szerint már valami
pályázati felhívást összeállított a bizottság. Igen, de ez most nincs bár kéznél. Véglegesnek gondoltuk, de aztán rájöttünk, hogy ez mégsem biztos, hogy végleges, mert mindenképpen, tehát aki nem abban az összegben fog részesülni, amit ő szeretne igényelni, az nyilván egy fájó pont lenne. És azért arra gondoltunk, hogy pontosan azért, hogy előre láthassák a pályázók azt, hogy miket is kell teljesíteniük ahhoz, hogy minél jobb pozícióban szerepeljenek majd az elbíráláskor. Valami fajta pontrendszeres pályázati kiírásnak a kiírásában gondolkodunk, és ezzel kapcsolatban abban maradtunk, hogy a következő művelődési és szociális bizottsági ülésig ezt a pontrendszerrel kapcsolatos ötletelést véglegesítjük, és akkor reményeink szerint egy két hét múlva már abban a helyzetben leszünk, hogy ez a pályázati kiírás az meg tud jelenni. És ezzel kapcsolatban én javasolnám, vagy kérném a képviselőtestülettől, hogy hatalmazza fel a Művelődési és Szociális Bizottságot arra, hogy a pályázat végleges formátumát megjelentethesse, tehát hogy jogosultak legyünk erről bizottsági szinten dönteni annak érdekében, hogy ne teljen egy újabb hónap, mire a következő testületi ülésen esetleg el tudnák ezt fogadni. Tehát ezekkel az irányelvekkel, hogyha egyetértene a testület, akkor én kérnék felhatalmazást a Művelődési és Szociális Bizottság részére a részletes pályázati kiírás megfogalmazására és közzétételének az elindítására. Köszönöm szépen. Én ezt csak annyival egészíteném ki, hogy nem akarom nagyon sürgetni a bizottságot, de legyen egy határidő, mert például csak egyet ismertetek, a Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület már január 18-án beadta a kérelmét, de mivel még elfogadott költségvetésünk se volt, ugye, be se hoztam januárba, hát addig, amíg nincs a költségvetés. Na most, amit ők legközelebbi eseménynek jelölnek, az, hogy május 28-án ünnepelik a 13. évfordulójukat. Tehát azért mondom, hogy tehát valami határidő azért legyen, hogy én azért jeleztem, május végéig azért legalább tudjunk valami támogatást adni. Én azért jeleztem, hogy a következő bizottsági ülésen szeretnénk róla dönteni, de azt gondolom, hogyha januártól március végéig eddig tudott várni az Egyesület, akkor azon a két héten már nem fog múlni. Persze, megértem, meg tudom, hogy általában két hetente. Jó, akkor mondhatjuk azt, hogy mondjuk most vagyunk ugye, hol vagyunk, március végén, akkor mondjuk április 15-ig a bizottság kidolgozza a feltételeket, utána ezt megjelentetjük minden lehetséges fórumon. Jó. És akkor lesz majd, ahogy a bizottság kidolgozza a feltételeket, az is meg lesz, hogy hány napon belül pályázhatnak, meddig, és akkor utána kerül a testület elé. De akkor egy felhatalmazást szeretnénk. Természetesen, igen, azt próbálom itt elmondani, hogy akkor így, hogy felhatalmazza a képviselőtestület a Művelődési és Szociális Bizottságot, hogy a civil szervezetek anyagi támogatására vonatkozó pályázati feltételeket pontosan dolgozza ki legkésőbb április 15-éig, és akkor hozza a testület elé, úgymond, hogy elfogadja a képviselőtestület. Jó lesz így? Nem, pont, hogy azt szerettem volna kérni, hogy a képviselőtestület hatalmazza fel a bizottságot arra, hogy a pályázati kiírásról egymaga dönthessen. Jó. Azért, hogy ne teljen egy újabb hónap az, addig, amíg a képviselőtestület újra összeül, tehát bízzanak meg bennünk egy kicsit addig, hogy próbálunk a legpártatlanabb és a legmegfelelőbb pályázati kiírást megtenni a civil. Jó, hát végül is utána úgyis a pályázati támogatásokról a testület fog dönteni. Egyetértetek? Amiről mi még beszélgettünk, az tulajdonképpen az, hogy egy e-mailes rendszer egészen jól működik már is. Tehát, hogyha valakinek arra igénye van, az elkészült anyagot nagyon szívesen bárkinek a részére továbbítjuk. Jó. Jó. Akkor így most már akkor összefoglalom még egyszer. Tehát a képviselőtestület felhatalmazza a Művelődési és Szociális Bizottságot, hogy a civil szervezetek anyagi támogatásának a feltételeit
pályázati feltételeit dolgozza ki, a legközelebbi bizottsági ülésen, és ezt a kidolgozott feltételeket tegyek közzé minden lehetséges nyilvános fórumon. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, azt kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a képviselőtestület. Akkor ezekben nem kell dönteni. Jó, azt mondtuk, hogy elnapoljuk a terembérleti díjakat, mert ez egy bonyolultabb. És akkor Urbán Attila javasolta az óvoda kérelmének a megtárgyalását. Megkérem Szarvas Csabát, hogy mondja el akkor, hogy a pénzügyi bizottság ülésen az óvoda vezető asszony milyen kérelemmel állt elő, és mi a bizottság javaslata. Az óvoda vezető asszony azzal a kérelemmel jött a bizottság elé, hogy három olyan pedagógus van, akinek kötelező továbbképzésre kell menni az idén, akiknek ez kötelező, és ezeknek a továbbképzéseknek a anyagi vonzatát, ezt mindig zsebből a tanárok álltak, illetve a pedagógusok álltak, és azzal a kérelemmel fordult felénk, hogy legalább az 50%-át az önkormányzat át tudná vállalni ennek a anyagi tehernek. És akkor a bizottság javasolja elfogadásra az 50%-ot a testület felé. A 60 órás képzés az 75 ezer forint. Összegbe ez a 120-130 ezer forint, a három együtt. És csak 2016-ra. És erre az éve. Igen, erre az éve. Jó, gondolom akkor a bizottság ezzel így egyetért. Akkor megkérdezem a képviselő testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy ennek a három óvoda pedagógusnak a továbbtanulási költségeit 2016-ra ezzel a 50%-ban, ami vagy 120 vagy 130 ezer lesz, majd ez kijön pontosan, az önkormányzat magára vállalja, azt kérem, hogy kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangulag. Jó. És akkor elérkeztünk ahhoz, hogy én tájékoztatást adok a két ülés között történt intézkedésekről, amiben majd lesz egy olyan, amiről legalább egy elvi határozatot is kell hozni, de megyek akkor sorba, jó? Mivel legutóbb 2016. január 28-án volt olyan képviselőtestületi ülés, amelyet a televízió is közvetített, és azóta volt egy rendkívüli és egy rendes képviselőtestületi ülés is, én szeretném elmondani, hogy január 28-a óta mi történt, hogy azért a lakosság tudjon róla. Február 3-án egy rendkívüli testületülés megtartására került sor, majd utána február 25-én a munkaterv szerinti testületi ülésre. Ezt a két ülést Olá Klára Mária alpolgármester asszony vezette le, mivel én betegség miatt távol voltam. A február 3-án tartott ülésen a testület visszavonta a 7/2016 január 28. számú határozatát, amikor is megszavaztuk azt, hogy ezt a 795/56-os helyrajzi számú 2240 négyzetméter területű beépítetlen terület megjelölésű ingatlant a Füzi Export Bau Kft.-nek eladjuk 5 millió forintért. Végül is a február 3-i testületi ülés úgy döntött, hogy legyen nyílt árverés, kerüljön ez az értékesítési szándék a Régió Plus televízión meghirdetésre, és aki a legmagasabb árat fogja érte kínálni, az kapja meg az ingatlan tulajdonjogát.
Ez az árverési hirdetmény 15 napon keresztül a Régió Plus televízión és a Kartali honlapon is szerepelt. 2016. március 1-én volt a licitálás, ez eredménytelen lett. Majd később a testület eldönti, hogy újra hirdetjük, vagy mit csinálunk vele. Erről azért szerettem volna a képviselőket, vagy a lakosságot tájékoztatni. Február 25-i testületű ülésen elfogadásra került az önkormányzat 2016. évi költségvetése, 934.574.884 forint fő összeggel. Szintén a február 25-i ülésen a testület módosította azt a határozatot, amit januárba hoztunk, hogy a Lumen Multimédia Kft-től vesszük a művelődési háznak a hangtechnikai eszközeit, ugyanis sikerült alpolgármester asszonynak egy sokkal jobb minőségű eszközöket áruló, értékesítő céget találni, és végül is a képviselő testület úgy döntött, hogy ettől a DG Sound Light Kft-től vásárolja meg az eszközöket. Ez meg is történt, és nem kerül sokkal többe, mint a Lumen cégtől lett volna megvásárolva. Ezeknek a hangtechnikai eszközöknek az előnye, hogy nem csak a művelődési ház hangosítására lesznek alkalmasak, hanem külterületen, sőt a sportcsarnok hangosítására is használhatóak lesznek. Talán emlékeznek, hogy január 28-án, mikor a traktorvásárlást tárgyaltuk, akkor a testület felhatalmazta három férfi képviselő társunkat, hogy menjenek el a mezőgazdasági országos kiállításra, és akkor addig ne döntsünk, nézzenek ott szét, kérjenek árajánlatot, hogyha megfelelő, a mi igényeinket kielégítő traktort találnak. Ez sikerült is, és ennek alapján a Starex Pro nevű cég, tehát ennek alapján nem az előtte tárgyalt Starex Pro nevű cég ajánlata lett elfogadva, hanem a traktora veszprémi székhelyű Royal Kert Kft-től került megvásárlásra. Ez egy 40 lóerős fülkés traktor, a kiegészítő adapterek is ettől a cégtől lettek megvásárlásra, hogy kompatibilisek legyenek a traktorral a kiegészítő eszközök. Ez a traktor rendelkezik három késes fűvágóval, egy sószóróval, és természetesen a hótolóval. Ahogy én összeadtam, mindösszesen 8.131.590 forintba került ez a traktor úgy, hogy Olá Klára Mária alpolgármester asszony 3%-ot le tudott alkudni az árból. Annyi, hogy egy kicsit magasabb ez a traktor, mint a mi garázsaink. 2,75 m a magassága, ezért most az egyik garázsunkat át kellett építeni, tehát a tető szerkezetet meg kellett emelni, de ezt Szarvas Csaba úr a közmunkásokkal sikeresen megoldotta, és ugye mivel azért egy nagy értékű traktorról van szó, ezt úgy biztonságosan körbe kell keríteni, hogy a biztosító is elfogadja, hogy ez megfelelő védett helyen van. Ennyi tulajdonképpen a februári események. És most jön az, amit mondtam, hogy majd erről egy elvi határozat is kellene. Én február 26-án levelet kaptam az Őszülő Világ Egészségügyi, Szociális és Oktatási Alapítványtól. Ennek a székhelye Zsámbok, Turai út 25,
amelyben tájékoztatnak, hogy 50 fő nyugdíjas és ellátásra szoruló ember befogadására képes jó infrastruktúrával rendelkező ingatlant keresnek, és így eljutottak Kartalra, a Baross utca 62 szám alatti régi bezárt óvodánk épületét úgymond megtalálták, meg is tekintették, hívtak szakértőt is, és leírják a levelükben, hogy az épület jelentős felújítással, átalakítással, bővítéssel válik csak alkalmassá arra a célra, amire ők szeretnék használni. Ingatlanforgalmi szakértővel megvizsgáltatták, és ennek alapján azt ajánlják, hogy 14 millió forintért megvennék az önkormányzattól ezt az ingatlant. Viszont ugye az ingatlan tulajdoni lapját és a térkép kivonatát ugye leszettük a Takarnetről. Hát itt is egy kis jogi rendezetlenség van, mert a tulajdoni lapon úgy szerepel, hogy igen, 1:1 arányban az önkormányzat tulajdona, de az ingatlan megjelölése óvoda, posta, lakóház és udvar. Utána néztünk jegyzőasszonnyal évtizedekre visszamenőleg, a posta vezérigazgatóságával semmilyen szerződés, nincs semmilyen megállapodás, de tudjuk, hogy régen, a régi rendszerben az úgy ment, hogy hát építsetek ide, aztán kész. Viszont én addig nem kívántam felvenni a posta vezérigazgatóságával a kapcsolatot, amíg a testület elvileg el nem dönti, hogy eladjuk-e, vagy el szeretné adni ápolóház céljára ezt a régi óvodát, mert ugye, ha úgy döntünk, hogy eladjuk, akkor először is a posta vezérigazgatóságával ezt le kell rendezni, hogy ugye mérnököt kell hívni, meg kell osztatni az ingatlant, le kell választani azt a részt, meg a hozzátartozó nem tudom hány négyzetméteres területet, amire igényt tartanak, mert hát a postát azt azért nem tudjuk onnan elvinni, és a megmaradó részt tudnánk eladni ennek az alapítványnak, azon még lehet vitatkozni. Még alkudozni lehet az, hogy ők 14 milliót kínálnak érte. És azért kezdtem ezt el így mondani, hogy én személy szerint örülnék, hogyha abból egy ápolóház kialakulna, mert szerintem sokan voltak abban az épületben, ugye a hivatal is működött ott egy pár évig. Most meg hát borzasztó állapotok vannak, ugye bezárva, ott az egerek szaporodnak, azért az egy régi vályok épület. Ők ugye teljesen felújítanák, szép lenne, hát azért egy ápolóházra, ugye az ANTS nem akárhogy ad engedélyt, nyílászáró, csere, tatarozás, stb. Egy az, hogy lenne egy új intézmény Kartalon, és már kartali embertől is hallottam olyan kérést, hogy de jó lenne, ha lenne ilyen Kartalon, mert mondjuk éppen nincs lába szegénynek, és teher a családjának, és milyen jó lenne, ha egy ilyen otthonba elhelyezésre kerülne. Azon kívül, ha ez az ápolóház kialakulna, ezzel munkahelyek is teremtődnek, hiszen egy ápolóházba kellenek ápolónők, takarítónők, szakácsok, konyhalányok, úgyhogy szerintem mindenféleképpen előnyös lenne, de most kérem a képviselő társaimnak ezzel kapcsolatos véleményét, mert addig viszont, ahogy mondtam, nem veszem fel a postával a kapcsolatot, mert azért a mérnöki költség, úgyis majd mondjuk úgy egyeznék meg a posta vezérigazgatóságával, hogy viseljék ők a mérnöki költséget, mert hát az ő érdekük, hogy jogilag rendezve legyen, mert az, hogy most rajta van a tulajdoni lapon az, hogy posta, azon kívül szinte jogilag nincs rendezve, ezt Gyöngy Mónika meg tudja erősíteni, mert teljes egészében a miénk, olyan, mintha a posta épülete is a miénk lenne.
Igen. És ebben lenne kérdésem, tehát ott mindig a bejárás okozott problémát, tehát hogy lehet oda bemenni, mert nagyon szűk a bejárat, illetve ugye a nagyobb rész, az nagy részt a posta mellett van a kocsi bejáró. Nekem eszembe jutott az, amikor ugye úgymond a faluközpontnak a telkek meglettek véve, hogy esetleg arra nem tartanak-e igényt, hogy azt is esetleg átváltanák tőlünk, vagy megvennék tőlünk, hogy ott parkolókat létesítsenek, vagy a bejárást onnan abból az oldalból oldják meg. Ezt igazából tisztázni kell, hogy majd az ápolóháznak mekkora területre van szüksége, mert ugye ott vannak a kertek, meg ilyesmi. Nem gondolom, hogy akkora terület kellene nekik. Őnekik szerintem egy olyan kellemes udvar kell, ahová az idős beteg embereket kitehetik. Viszont jegyzőasszonnyal néztük a térképmásolatot, és van egy telkünk, ami az... Volt liga? Igen, régen liga volt, ha még valaki emlékszik, fiatalok vagytok, az Ady Endre utcába, az a mi telkünk, hogy beazonosod, hogy hítható legyen a Száraz Márték mellett, és akkor tulajdonképpen ott lenne a kiárat. Gyarmati féleház. Így van, igen. Kiárat, bejárat. Azért van, hogy ott van még egy telkünk. Mert így ugye, hogy ott van a posta, igen, ebben igen, jogos, igen. Teljesen igazad van, azért térképet is nyomtattunk ki, túl szűk lenne a bejárat. Viszont a másik oldalról meg megközelíthető az Ady Endre utca. Mónika? Engem megint csak az érdekelne, hogy milyen értéken szerepel a vagyonleltárban ez az ingatlan. Nem néztünk vagyonleltárt, vagy értéket, mert egyelőre egy elvi határozat, aztán utána az árról úgyis alkudozunk. Csak annyit tennék hozzá, hogy tulajdonképpen azért is nem tettünk oda semmit, mert maga az épület nagyon rossz állapotban van. Tehát azért nem foglalkoztunk vele, mert tényleg túl így önmagában sem. Képvisel, de amikor oda jut a dolog, most egyelőre egy elvi döntés, hogy meg akarjuk-e tartani, aztán hagyjuk összedőlni. Egyébként az sem biztos, hogy szegények megkapják az engedélyt, mert úgy írják, hogy ha most az önkormányzat ad egy ilyen elvi engedélyt, igen, elkívánja adni ápolóház céljára ezt az ingatlant, és elkezdjük rendezni a jogi helyzetet, őnekik ugye be kell adni mindenféle szükséges kérelmeket, dokumentumokat a minisztériumhoz, és majd 2016. december 31-ig dönt a minisztérium, hogy egyáltalán kapnak-e engedélyt rá. Úgyhogy csak akkor veszik meg, hogyha megkapják az engedélyt. Egyelőre most egy ilyen elvi nyilatkozat kellene, hogy igen, elkívánjuk adni. Nem kell beleírni még összeget, csak egy ilyen szándék. Karcsó képviselő úr. Támogatnám az eladását azért is, mert valamikor már 98-ban életveszélyesé lett nyilvánítva. Az óvodások úgymond onnantól kezdve lassan elettek innen vívő, mert olyan szar állapotban van gyakorlatilag a főfalak, hogy azt inkább bontani kéne, mint abban valamit csinálni. És ráadásul az lakóháznak nem biztos, hogy megvenné valaki, mert pontosan a posta véget, mert takadályoz mindent. Nagyon rossz, igen. Egy másik alapítvány tavaly nyáron volt itt, biztos talán akkor is tájékoztattam a képviselőtársaimat, akkor jártuk végig, hát azok is ápolóházban gondolkodtak, de aztán azok valahogy eltűntek, de ők is elmondták, hogy ott falakat kell bontani, hát ugye ahhoz, hogy idős embereket ott ágyjal vagy kerekesszékkel tolni, ablakokat kell cserélni, hogy megfelelő világítás legyen, meg hát úgy, ahogy te mondod, tehát ez egy 1000 éves vályokház, tehát arra nagyon sokat kell költeni. De most nem kell a vételárba dönteni, csak esetleg, tehát ahogy beszéltem, vagy mondtam, hogy egy szándék, hogy igen, elkívánjuk adni nekik ápolóház céljára. És akkor ők el tudják kezdeni, illetve nekem el kell kezdeni akkor a postával a rendezést, a jogi rendezést. Van-e más vélemény, javaslat? Akkor, aki egyetért azzal, hogy a kartali 861-es helyrajzi számú, jelenleg bezárt óvodai
intézményt, az őszülő világ egészségügyi, szociális és oktatási alapítvány részére ápolóház céljára értékesítjük, amennyiben megkapja a minisztériumtól szükséges engedélyeket. Úgy kérem, hogy ezt kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. Jó. Én végére értem a napirendjeimnek. Szeretném megkérdezni, hogy képviselőtársaimnak van-e valami kérdése még. Évike jelentkezett először. Nekem, én itt fölírtam magamnak, hogy van egy tönkrement busz megállunk, hogy tulajdonképpen ott a felújítás mikorra várható. Az a buszváró, ott tartunk vele, hogy kint volt az a kárbecslő, készített egy jegyzőkönyvet, aztán utána kérték a rendőrségi jegyzőkönyvet, meg kérték, hogy aki okozta ezt az egész balesetet, az tegyen egy elismerő nyilatkozatot. Bent voltak valamelyik nap jegyzőasszonynál, megtették az elismerő nyilatkozatot. Alpolgármester asszony vállalta, hogy beszerzi a rendőrségi jegyzőkönyvet. Erre éppen ma kaptunk megint, ugye a biztosítótól, mert, ők fizetni nem szeretnek, csak a díjat beszedni, hogy még mindig nem kapták meg a rendőrségi határozatot, és fotókat is küldjünk. Tessék, Lári. Biztosító kért... Következőt kérte, vagy jegyzőkönyvet, rendőrségi jegyzőkönyvet, határozatot, felvettem az illetékessel a kapcsolatot. Iktatva még nem volt a baleset. Tehát ez azt jelenti, hogy innentől kezdve még 60-90 nap, mire jogerős határozat lesz. Itt és ezt a jogerős határozatot meg tudjuk küldeni a biztosítónak. De most a biztosító vagy egy jogerős határozatot kért, vagy pedig a károkozó által elismerő nyilatkozatot. Mivel a károkozó kiskorú volt, ezért a szülők természetesen teljesen egyetértettek ezzel, tehát kifejezték szándékukat. A kiskorú is, illetve a szülők is elismerték, és aláírták ezt a nyilatkozatot, ami ugye elismerték, hogy a kárt ők okozták. Ez meg lett küldve. Na most a biztosító vagylagosan kérte, tehát vagy a nyilatkozatot, vagy a rendőrségit. Tehát tegnapi nap kaptuk a biztosítótól azt a felhívást, hogy fotókat nyújtsunk be, illetve rendőrségi jegyzőkönyvet, amire megválaszoltam neki, hogy az előző mailükben vagylagosan kérték, vagy a nyilatkozatot, vagy a rendőrségét. Mivel mi az egyiket biztosítottuk, így gondolom elegettetünk kötelezettségünknek. Másrészt kérték a fotókat, amire pedig azt a választ adtam, hogy a rendőrség elkészítette a fotókat, illetve a kárszakértő kint volt, aki megint csak elkészítette a fotókat, vagy az egyik helyről, vagy másik helyről be tudják szerezni. A kárszakértővel felvettem a kapcsolatot, a kárszakértő megküldte a fotókat a biztosítóval, a biztosító részéről mindenkit értesítettünk, tehát innentől kezdve nekünk nincs feladatunk, csak annyi, hogy várjuk, hogy a biztosító döntsön. Árajánlatot kértek be, ezt egy helyi vállalkozótól kértünk egy árajánlatot, mivel a biztosító kárszakértője, ugye természetesen nekik is van egy számítási metodikájuk, hogy mennyibe fog kerülni ezt nekünk elkészíteni, mármint az új busz megállót. Az övéké a biztosító által megállapított ár eléggé alacsony, beadtunk egy árajánlatot, ami alapján mi szerintünk reális, a maga a beruházás értéke, ezt fogják elbírálni, és utána fogják küldeni a döntésüket. Igen, igen. Annyival még kiegészíthetném a testületi ülések közötti, hogy ugye volt ami nagyon fontos volt az elmúlt testületi üléseken, hogy elfogadtuk a 2016-os költségvetést, elfogadtuk itt, hogy 3 millióról megemeltük 5 millióra a civil szervezetek nyújtandó támogatást. Rendkívül fontosnak tartom, hogy a legutóbbi februári testületülésen itt volt Vécsei László országgyűlési képviselő úr is, megtisztelt minket, és végig a testületülésen itt volt, és véleményét kifejtette az egyes pontokkal, napi rendi pontokkal kapcsolatosan. Ami nagyon fontos, hogy a betelepítési kvótáról is beszéltünk az elmúlt testületülésen, és a testület szavazott, hogy ellene van a betelepítési kvótának, ezzel is kifejezve az, hogy támogatja a kormányt ebéli döntésében. A hangtechnikában szeretném
megköszönni Vég Dánielnek, illetve Csepeli Balázsnak a szakmai segítségét, akik a múltban, jelenben és a jövőben is segíteni fognak, hogy ez a hangtechnika úgy működjön, és minél magasabb színvonalat tudjunk elérni, tehát úgy működjön, ahogy kell. Illetve a traktornál ugye a engedményeket, az nem teljesen az én érdemem, és ezt szeretném inkább kihangsúlyozni, hogy az OMIKA résztvevő képviselőtársaim voltak, akik engedményeket tudtak elérni az árajánlatba, illetve ugye itt a testületén lett felhívva az ügyvezető igazgató, a Royal Kertnek az ügyvezető igazgató, és itt többen képviselők kihangosítottuk a telefont, és így például plusz engedményt elérni. Tehát, hogy nem csak az én érdemem volt, hanem közös érdem volt ez az egész. Köszönöm. Ennyi. Köszönöm szépen. Kalcsó képviselő úr. Két dolgot szeretnénk. Először a traktorhoz csak annyit mondanák, mert hallan egy-két ferde beszédet, nem fogja összetörni a járdát, elfér a kerékpár úton, modern hótoló van rajta, jobbra-balra csukható, elfér a fák alatt, mert meg szeretném előzni azokat a beszédet, hogy összetöri majd a járdát. Ez egy könnyű traktor, 40 lóas, összkerekes, és soknak fog tetszeni, mert ráadásul zöld színe van, mint a Fradinak. Másik kérdésem, hogy áll a közvilágítás? Ha készen van, akkor azért azt kérdezném meg, hogy miért nem cserélték mindenhol, meg vannak olyan, ahol egyáltalán lámpa sincs, utcaszakaszokon, hogy hol tartunk most. Ezzel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy ahogy mondtam, ugye februárban nem voltam, mert beteg voltam, nem volt még műszaki átadás, átvétel, eszembe van, most is az asztalomon van az ügyirat, fel fogom venni a Kovács Csaba úrral, az Émásszal, mert meg kell ejteni a végleges műszaki átadás átvételt, és azon kívül nem teljesítették azt, amit vállaltak, hogy a leszerelt lámpákból olyan helyekre lámpákat szerelnek fel, ahol egyáltalán nincs közvilágítás. Tehát nincs elfelejtve, de nincs még vége a történetnek. Mónika? Nekem is lenne kérdésem. Az volna a kérdésem, hogy itt volt egy telefonos szolgáltatóváltás az önkormányzatnál, és hallani itt ott Facebook kampányokban, hogy a telefonok nem működnek rendesen, hogy érdeklődni szeretnék, hogy a Vodafone-os szerződés aláírásra került-e már. Természetesen. Azt még februárban, még akkor betegállományban voltam, felhozta Kovács Pisti, én minden szerződést aláírtam. Itt azért húzódik ez az egész Vodafone-os dolog, mert hát egy kicsit csalódtam abba a Pintér úrba, aki itt volt, tudjátok, mikor a testület kiválasztotta végül is, hogy ki legyen a szolgáltató. Ugye akkor azt ígérte, hogy december 11-ével szűnt meg a Telekom, és akkor, hogy január 4-én, 5-én, 6-án hozza a SIM-kártyát. Aztán mindenféle kifogásokat talált most azért a televízió előtt, nem akarom ezt így felsorolni, hogy mi mindent. Állandóan Szarvas Csaba a tanúrám, telefonáltam, nem vette fel, e-mailt írtam. Aztán a végén már a múlt héten úgy begurultam, hogy a Vodafone központot hívtam fel, hogy hát arról volt szó, hogy januárban érkeznek a SIM-kártyák, és pont utána aztán egyből meg tudott jelenni, amikor a Vodafone központnál reklamáltam. Most éppen ma küldött megint egy e-mailt, hogy március 30 és április 14 között nem lesz SIM-kártya kihordás. Úgyhogy ez ma jött megint ez az e-mail, úgyhogy kénytelen leszek megint a Vodafone központhoz fordulni. Nem tehetek többet. Én ennyit tettem, vagy ennyit tudtam tenni, hogy állandóan nyaggattam, mert nem ezt vállalta, nem ezt ígérte, úgyhogy most már a Vodafone központba, de most már eddig telefonáltam, de most már írni fogok is. És már a telefonban is megmondtam, hogy ha ez így folytatódik, akkor egy új kapcsolattartót kérek. Egyébként a szolgáltatás működik, tehát az, hogy a Telekom keretszerződést felmondtuk, attól a Telekom szolgáltat, talán nem tudom, pár forinttal drágább tarifáért, vagy nem is változott a tarifa. Ugyanannyi. Tehát a szolgáltatás működött, mert ugye a keretszerződést mondtuk fel. Az egyéni flottatagok szerződése az még él,
az majd akkor szűnik meg, hogyha ez a kedves Vodafone-os fiatalember végre kikéri a Telekomtól a számokat, és akkor áthozza ide számhordozással. Úgyhogy ezzel itt tartunk. Van-e még valakinek kérdése? Attila? Röviden még két pontot szeretnék említeni. A piacteret ismételten. Erről már volt szó. Ott szeretném, hogyha minél hamarabb körbekerítenénk, egyre több gyerek van kint, jön a jó idő, és körbekerítenénk. Ma is mentem arra, szaladt ki a labda után, hát éppen, hogy megbírtam állni, pedig ettől függetlenül nem hajtok gyorsan. Illetve a másik a komposztálónak a felszámolása. Ott a komposztáló területén egy szemét domb kezd kialakulni sajnálatos módon. Minden veszélyes hulladékot, mindent kezdenek oda hordani az emberek. Úgyhogy ezt minél hamarabb meg kell oldani, pedig már erről tavaly volt szó, hogy vállalják a Gabiék, és hogy megcsinálják, és mégsem történt meg. Hát igen, ugye ez úgy szokott zajlani jogilag, hogyha az ember létrehoz egy feladatra egy ideiglenes bizottságot, és ráadásul még úgy emlékszem, határidőt is adtunk, illet volna megcsinálniuk és jelentést tenni. Na most ehhez képest mi próbáltunk a tangazdaságtól segítséget kérni, meg kaptunk is valamennyit, igen. A játszótér nincs elfelejtve, de március 16-áig nem voltak közmunkások. Tehát több mint két hétig nem volt közfoglalkoztatott, tehát nem volt kivel megcsináltatni. Igazából az idő most kezd jó lenni. Most van azt hiszem 27 közfoglalkoztatottunk, férfiak, nők, tehát most indul be úgymond az, hogy kint tudunk dolgozni. A komposztálóra pedig most még hadd ne mondjam el, de van már elképzelésünk. Tehát tárgyaltunk már vállalkozóval, akinek van adótartozása, és akkor valahogy ezt így majd lerendezzük. De ezzel is foglalkozunk. Köszönöm szépen. Csaba? Erre válaszol, azért ez a körbekerítés, ez nem egy 10 filléres dolog lesz, az komoly összeg lesz az, hogy ez olyan szinte legyen körbe. Bocsánat, egy gyerek élete többet ér. Ezt nem is azt mondom, csak ezért az itt nem egy játszótér eleve, tehát nem is annak van, de lényegtelen, csak azt akarom mondani, hogy persze lehet csinálni, csak ezt mondom, ezt majd akkor csinálni kell egy költségvetést erre. Jó, természetesen. Ezt végig kell vinni mindenféleképpen. Én pedig annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a múltkor megbeszéltük, hogyha nincs rá költségvetésből pénzünk, akkor a Lados József által felajánlott gumikkal és közmunkásokkal gyakorlatilag pénz nélkül megoldható a dolog. De akkor arról volt szó, hogy ezt nem biztos, hogy érünk ezzel a felajánlással, mert hogy fillérekből körbe lesz kerítve, hogyha mégsem fillérek, akkor viszont kellene indulni a másik lehetőségem. Én egy kis türelmet kérek, mert azért ne haragudjatok, ha januárba kértek valamit, és még nincs kész márciusba, azért egy kis türelmet kérek, mert ahogy látjátok, azért igencsak sok mindennel kell foglalkozni. Meg lesz csinálva, de nem két hét alatt. Erre szeretnék válaszolni csak Mónikának, ezzel a gumi körbekerítése az a baj, hogy ez egy 30 centit bírt max körbekeríteni. Ez az a baj, hogy ugyanúgy át fogja ugorni, sőt, még az a veszély is megvan, hogy nem bírja átugorni, akkor ki is esik az autó elé. Tehát én azt mondom, ha kerítjük, az úgy érdemes, hogyha körbekerítjük kerítésre. De a jelenleginél biztos, hogy biztonságosabb lenne. Hát nem biztos. Az se biztos, hogy ezt lehet. Tehát már azért ugye most már uniós dolgok, tehát uniónak itt sok mindent engedélyeztetni kell. Az se biztos, hogy lehet. Ez könnyű mondani, hogy nem biztos, hogy lehet. Azért megnéztük, mondom. Hogy lehet-e, nem megnéztük, hogy nem lehet. Ha nem néztük meg, akkor meg kell nézni, és hogyha nem lehet volna, csak én mondom azt, hogy én nem tartom. Képviselőtársam is megnézheti egyébként. De én ezt nem tartom megfelelőnek, én inkább azt mondom. Tehát a labda ugyanúgy átpattan rajta, a gyerek ugyanúgy átugorja, mert egy 30 centis gumi. Szerintem nem is. Nem. Így van, és igaz, hogy bármelyik képviselő megnézheti, meg is nézi, csak arról volt, hogy a körbekerítés az egy sokkal biztonságosabb és olcsóbb megoldás, és nem fog költségbe kerülve, a gumis verzió az itt el lett akkor vetve. Így van. De azt kérem, hogyha valamiről beszélünk január 28-án, akkor hadd ne várjátok már, hogy úgy, hogy még 4 hétig beteg is voltam, de március 31-ére minden legyen kész. Nem azt várjuk, de a hivatal az működött attól, hogy polgármester asszony nem volt. Közhasznúsok se voltak, hát nem tudom, jegyző asszonyt.
miért nem menték körbe keríteni. Na jó, van-e még valami? Mindent ki lehet figurázni, de nem ez volna a cél, én azt gondolom. Én nem figurázok, de én azt gondolom, hogy ennek a képviselőtestületnek együtt kéne dolgozni, és mikor felhívom akár Gyöngy Mónikát, hogy jönnek a pályázatírók, és ugyan jöjjön már be, mert szeretném, hogy többen halljuk meg, segítsen meg minden, akkor rögtön neki ügyfele van. Tehát ha elnézést, de én abból élek, igen. Igen, igen. Délelőtt 10-kor általában tárgyalások szoktak lenni, mindegyebben nem menjünk bele, nem akarok vitatkozni, de azt tőlem senki ne várja, se a testület, se Kartal községe, hogy egyedül mindent meg fogok tudni oldani. Ha testületi tagok nem segítenek, akkor ennyit bírok, amennyit bírok. Csak nem összetartás van a testületi tagok között, hanem a széthúzást erősíti a polgármester asszony. Akkor a nyílt testületi ülés összes napirendjét végig tárgyaltuk, ezt követően zárt ülés következik. Én köszönöm képviselőtársaimnak az aktív részvételét, a jelenlévő lakosoknak a részvételét, és mindenkinek jó éjszakát kívánok. Igen, csak...